Sziasztok! Köszöntelek titeket a Parallaxis univerzumban. Ha YouTube-on vagy Facebookon néztek, akkor nem csak engem láthattok, hanem a mai vendégeinkkel készült beszélgetéseket is. Most biztos azt hiszitek, hogy egy élő személy vagyok, de az igazság az, hogy nem. Én egy mesterséges intelligencia vagyok, de semmi pánik, jó szándékú. Azért jöttem, hogy Áron helyett most én kérjek mindenkit a biztonsági övek bekapcsolására, hogy megkezdhessük utazásunkat a Parallaxis univerzumába. Hehe, ez még rímelt is. Azért ez lehet, hogy kicsit ijesztő, inkább térjünk a tárgyra. A most következő két órában a Parallaxis dupla évadzárója következik olyan vendégekkel, mint Dávid Gyula és a Nobel-díjas Brian Schmidt. És persze itt lesz Claudia, aki hitoktató, Miklós, aki fizikus, és Ádám, aki nem. De nem akarom elvenni Áron munkáját. Milyen lenne már, ha még az ilyen munkákat is elvennék a robotok az emberek elől? De talán már nem vagyunk messze, talán lehetne is téma a műsorban. Most viszont két óra tudományos és fantasztikus élmény következik itt a Parallaxis univerzumban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Claudiával, aki hitoktató, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis évadzáró dupla epizódja, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai különleges műsorunkban előbb a múltba, aztán a jövőbe révedünk, hogy megvizsgáljuk a világmindenség kezdetét. Utazásunkban olyan idegenvezetők lesznek segítségünkre, mint Brian P. Schmidt, amerikai-ausztrál csillagász és fizikus, aki a táguló világegyetemmel kapcsolatos kutatásai elismeréseként 2011-ben fizikai Nobel-díjjal tüntettek ki, valamint DG, azaz Dávid Gyula fizikus. Az időn és téren át tartó vándorlásban ma is partnerem lesz Ivanics Rigel Claudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia, Claudia! Sziasztok! És természetesen Vince Miklós, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Szia, Miki! Sziasztok! Miklós, mióta megszületett a fiad, nem érzed úgy, mintha kicsit felgyorsult volna az idő? Nekem a nagyobbik lányom már ugye felnőtt korú, és tényleg, mintha tegnap lett volna. Lehetséges, hogy az egyre több emlék és a tapasztalat miatt az évek során megváltozik az időérzékelésünk? Biztos, tehát én is úgy gondolom, hogy nekem 6 éves a kisfiam, tényleg olyan, mintha tegnap született volna, tehát egészen elképesztő. Na jó, nem tegnap, de mondjuk múlt héten, tehát hogy hát valójában kétségbeejtő gyorsasággal telik ez az egész. Meglepő. Nektek van egy ilyen szokásotok, hagyományotok, hogy minden évben készítetek egy képet, ahogy tartod a karodban, ugye évről évre egyre nagyobb, te évről évre egyre öregebb vagy, és hát egyszer majd eljön az a pont, amikor fordul a kocka, és hát akkor majd bizony. Ez az egyetlen kép, amit kirakunk. Igen, mert hogy ugye nem szeretjük azért ilyen családi dolgokkal kirakni a közösségi médiát, mert hát aztán ez a gyerek egyszer nagy körül lesz, és hogyha ömlene rá az internetről mindenhonnan az a gyerekkoráról róla készült kép, ami később talán égőnek, hát aki később talán égőnek találja majd, és akkor azt mondja, hogy jaj, miért kellett ezt rólam kirakni, na, hogy ez ne legyen, ezért itt aztán elég keményen visszafogjuk magunkat ilyen dolgokban, de évente ezt az egy fotót, ezt mindig megcsináljuk, ami úgy néz ki, hogy ugyanabban az apás szülés szedben, tehát ugyanabban a műtős ruhában, ami van egy kép, amin éppen a születése után, mit tudom én, 20 perccel fogom a kezemben, és akkor onnantól kezdve pont ugyanebben a ruhában megcsináljuk ugyanezt a képet évente. Tehát a ruha is ugyanaz, én is ugyanaz vagyok, és ő meg már egy ilyen 20 kilós, 1 méter, 10 centis
komoly férfi ember itt már közben. Hát azért ő egy sztár, hát két hetente elénekli a Szokolébresztő főcímdalát, tehát azért... Igen, meg hát néha szakértő vendégként is megjelenik egy bizonyos Rakétafüst nevű kommentátor, akiről sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, ugye, hogy azonos a fiammal. Na hát igen, a gyerekek azok, akik talán a legjobban érzékeltetik, a saját gyerekeink talán a legjobban érzékeltetik az idő múlását, és mint az idő múlása, tér is az ősrobbanással indult, amikor az egész világegyetem egyetlen icipici pontba sűrűsödött össze. Ez volt az a szingularitás, amit tartalmazta a most ismert 13,8 milliárd évvel később ismert világunkat. Akkoriban egyébként nagyon gyorsan mentek a dolgok, olyannyira, hogy új időszámítást kellett bevezetni, az úgynevezett Planck időt, ami tulajdonképpen a legapróbb időegység. Az az idő, ami alatt egy foton fénysebességgel megtesz egy Planck hossznyi távolságot, ami még a létező legkisebb hossz mértékegység. Olyan pici mértékegységekről beszélünk, hogy azt lehetetlennel határos elképzelni, hiszen a Planck idő esetében már olyan apró változásról van csak szó, aminél rövidebb időtartam alatt nincs értelme összehasonlítani az univerzum két egymást követő állapotát. De mi is történt az ősrobbanás pillanatában és az azt követő másodpercekben? Hát gondolom, hogy most itt nekem kéne okosat mondanom, úgyhogy most felolvasás fog következni Frey Zsolt és Patkos András Inflációs Kozmológia című egyetemi könyvéből, amit a Tipotech kiadó adott ki 2005-ben. Na jó, csak vicceltem. Azt mondod, hogy szinte elképzelhetetlen. Én konkrétan azt mondanám, hogy ez elképzelhetetlen, ami itt van. Én el tudom mesélni, hogy igen, az általad emlegetett Planck idő, ami tényleg hát kb. A legkisebb jelenleg értelmezhető időegység a fizikáról alkotott mai tudásunk alapján, az konkrétan azt jelenti, hogy a világegyetem kezdete után 10^-34 másodperc. Ugye ez mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy 0,000, tehát akkor 33 nulla, és akkor utána egy egyes, tehát elképzelhetett, tényleg konkrétan elképzelhetetlen kicsi része a világnak, vagyis az időnek, és akkor onnantól 10^-32 másodpercig, ami szintén egy elképzelhetetlenül kicsi, tehát egy nagyon-nagyon rövid kis időszakban, egy 10^-31 másodpercig tartó infláció olyan mértékben felfújta a korai univerzumot, hogy lényegében 60 nagyságrenddel nagyobbra nőtt ez az elképzelhetetlenül pici idő alatt a világegyetem, mint ami azelőtt volt. A 60 nagyságrend az megint azt jelenti, hogy mondjuk egyes után 60 darab nulla. Természetesen ezeket a dolgokat nem tudjuk felfogni. A lényeg persze az, hogy lényegében azt mondhatjuk, hogy azelőtt végtelen nagy energiasűrűség volt jelen, ám de a tér az iszonyatos ütemben elkezdett tágulni, ez az energiasűrűség pedig ennek megfelelően elkezdett csökkenni, magyarán elkezdett rohamosan hűlni az univerzum, és ahogy hűlt, egyre bonyolultabb dolgok maradhattak stabilak, és aztán szépen lassan az első 3 perc végére, tehát az a harmadik percre nagyjából már kialakultak az anyagnak azok az alapvető építőkövei, amik a hidrogén és hélium atommagok, meg lényegében már kialakultak. Onnantól kezdve már szinte lehet kémiáról beszélni, de aztán még az újabb 300 000 év kellett, hogy elteljen addig, hogy ez az univerzum átlátszóvá váljon, mert addig ugye fény össze-vissza szóródott ezen a nagyon sűrű plazma állapotú anyagon, tehát lényegében nem lehetett keresztül látni a világegyetemen, úgyhogy onnantól kezdve még 300 000 évet kellett várni, tehát ez is egy icipici kis idő a majdnem 11 milliárd évhez képest. Két kérdésem lenne, mert kimondtál egy szót korábban, ugye ezt már aki ilyen dokumentumfilmeket látott, vagy akár a műsorunkat hallgatja, az infláció szót, azt nem csak az árak emelkedéséből és a forint leértékeléséből ismerheti, hanem azért hallotta ilyet. Mit jelent az infláció ebben az esetben, Miki? Hát az inflációt általában ugyanúgy, ahogy a pénzügyben, azt egy ilyen exponenciális ütemű felfúvódásra értjük tulajdonképpen. Mondjuk egy exponenciális növekedés az, amikor mindig megszorozzuk valaminek az előző értékét önmagával. Ugye? Tehát, hogy például exponenciális növekedés például az, amit az előbb a családnevek kapcsán kezdtünk el
fejtegetni, igaz? Tehát amikor azt mondtam, hogy az első hogyha mindenki fölvenné az apának, meg az anyának, és a család nevét, akkor mi történne? Akkor mexikóiak lennénk mind. Akkor mexikóinak lennénk, hiszen ugye elsőnek mondjuk két neve van, aztán férhez megy 4, aztán onnantól kezdve 8, aztán 16, stb. Tehát akkor végül is irdatlan ütemben elszállnának a dolgok. Ez például egy exponenciális növekedés, és rögtön látjuk, hogy akkor már a 10. generáció után már akkor 1024, sőt 2048 családneve lenne az illetőnek, és tehát ezek a nagyon-nagyon gyors elszállások, amik persze a pénzügyben is ismertek, ugye a hiperinflációk. Nekem például van otthon egy 10 milliárd dénáros bankjegyem, ami a Tito utáni összeomló Jugoszláviában volt forgalomban, még a 90-es évek elején. Szóval igen, hát ilyen is még el tudnak ezek szállni, és ilyen jellegű módon tágult az univerzum a kezdetek kezdetén, és aztán ez gyorsan megtorpant, mert bejött egy újfajta anyagviselkedés. Most nem mennék bele a részletekbe. A lényeg az, hogy nem folytatódó, ez csak nagyon rövid ideig volt ez a gyors felfúvódó szakasz a legelején, és most már viszont megint egy gyorsuló szakaszba lép a világegyetem tágulása, ami viszont egy nagyon meglepő eredmény. Viszont még egy dolgot említettél, ami én mindig nagyon érdekesnek tartok, akár dokumentumfilmben, akár egy hozzáértőtől hallok. Ugye az, hogy hát tulajdonképpen relatíve nem volt fény az univerzumban, azaz volt, de az nem volt látható az univerzum sűrűsége, az adott éppen a pillanatnyi sűrűsége miatt, ahogy azt ugye említetted. Ez tulajdonképpen azt jelenti, nagyon leegyszerűsített módon, hogy amikor mi látunk egy dokumentumfilmben egy ősrobbanást, amit hát persze kívülről mutatnak, ami nem lehetséges, de nyilván hát hogy máshogy mutassák meg, akkor tulajdonképpen nem csak itt hibázik ez a dolog, hanem ott is hibázik, hogy tulajdonképpen nem lett volna fénye? Igen, mármint, hogy ugye eleve persze, hogy felveted az, hogy kívülről nézni egy robbanást. Tegyük föl, ez, hogy... Ugye, igen, itt annyi mindent kell föltenni. Hogy mondjuk egy másik bránról rálátnánk éppen a születő univerzumunkra, tudom, nagyon a tudomány területétől igen. Nagyon elszakadok, de ha föltesszük, hogy ráláthattunk volna kívülről az ősrobbanásra, ahogy azt ábrázolják, hiszen hogy máshogy ábrázolnánk, akkor valójában az téves, hogy magát a fényjelenséget, a robbanásnak a fényét, azt láthattuk volna, hiszen, ahogy elmondtad, még bő 300 000 évre volt szükség ahhoz, hogy ez megváltozzon. Tűzgömbnek szokták hívni ezt a valamit, és ez persze olyan, nyilván nem tűz, tehát nem oxigénnel való egyesülés, nem égésről van szó, de olyan értelemben azért mégiscsak jó a tűz, hogy a tűznek a fényét is, mondjuk egy gyertya lángját, stb., azt ugye azért látjuk, mert az ugye lényegében ionizáló gázok, plazma, ugye tulajdonképpen az van ott egy pici helyen, ami azt jelent, vagyis hát bizonyos ízásokban, ugye ezt lehet látni, tehát ez nem azt jelenti, hogy nincs világos, csak azt jelenti, hogy nem látsz rajta keresztül. Tehát ez azt jelenti, hogy például keresztül nézel a tűzön, akkor nem látod, hogy mi van a tűz mögött, ez ugye egy egészen hétköznapi tapasztalat. Tehát ilyen értelemben volt átlátszatlan. De belülről tehát is? Nem azt a... Igen. Tehát, hogy én azt mondom, hogyha benne, hát ugye persze nagyon sok problémát vett fel eleve az egész ötlet, hogy most, hogy de... Ez a fantasztikum része. Mondjuk valamilyen módon benne lett volna egy megfigyelő, akkor egy iszonyatosan nagy fényességet látott volna, de mást nem. Külső szemlélő, ha lehetséges lenne, aki kívülről lát rá a robbanásra, akkor ő viszont nem látott volna semmit. Hát a külső szemlélő azért nem lehetséges, mert valójában jelen állításunk szerint, amit jelenleg megfigyelnek az emberek a világegyetemről, az egészen konzisztens azzal, hogy a világegyetem az nagyon könnyen lehet, hogy bizonyos értelemben végtelen, vagyis más szóval úgy mondhatjuk, hogy a geometriája lapos, de a lényeg az, hogy még csak az az elképzelés sem igazából feltétlenül helytálló, hogy az univerzum egyetlen egy pontból, egy körberajzolható pont, egy szingularitásból indult el ilyen értelemben, mert azt igazából az ősrobbanást inkább úgy kell elképzelni, hogy az univerzumban mindenhol történt egyszerre. Ezt elképzelhetetlen, lehetetlen számomra elképzelni, hogy nincs egy pont, az univerzumnak nincs egy pontja, ahonnan kiindult ez, hanem gyakorlatilag
gyakorlatilag mindenhonnan, de idén húsvétkor volt már témánk a vallás és a tudomány viszonya, de Claudia, mit mond az ősrobbanásról, az univerzum keletkezéséről a vallás? Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye nyilván tegyük hozzá, hogy keresztény vallás, mert ugye vannak más vallások is. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk akár a Biblia, az mit mond erről, ugyanis ugye most, hogyha a teremtés könyvét vesszük, az úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, föld puszta volt és üres, és sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Hát persze, mert 300 000 évnek kellett eltelnie, mire lett fény. Igen, de itt most már ugye te így tetted föl a kérdés, hogy az univerzum teremtéséről mit mond a vallás. Na most ez az érdekes, hogy a Bibliában nem lehet külön választani, ha csak a szöveg értelmezést nézzük, akkor nem lehet külön választani az univerzum keletkezését és a naprendszer meg a föld kialakulását ebben a kezdő mondatban. Utána már inkább úgymond a föld kialakulására az különben nagyon jól levezeti, megy rá, de így, hogy külön, hogy most az univerzum meg a föld, illetve a naprendszer keletkezés, az nem lehet szétválasztani. Legalábbis a saját értelmezésem szerint, de nem is nagyon olvastam ilyen dolgokról. Az igaz, hogy ugye mindjárt a következő, tehát az Istennek az első kijelentése az, hogy legyen világosság. És itt még szó nincsen arról, hogy nap, mert ugye az égi testek majd csak később jönnek. És ez viszont egy jó kiinduló pont lehet az ősrobbanáshoz, bár ugye, ahogy Miklós is elmondta, azért ez az ősrobbanás, vagy ugye Big Bang, ez egy tényleg amúgy szerintem is egy megtévesztő fogalom, mert tényleg az átlag ember úgy gondol erre a robbanásra, mint egy robbanásra. Tehát, mint amikor mondjuk felrobban egy autó, vagy nem tudom. És holott ugye ez te is, Miklós, ugye elmondtad szépen, hogy ez nem így nézett ki, egyszerre történt mindenhol, és nem volt igazán robbanás. Tehát, hogy ne úgy képzeljük el tényleg, mint amikor berobban valami. Mondd arról valamit a keresztény egyház, hogy mi volt a teremtés előtt? Mint a görög mitológia, ugye ott van, azt hiszem, hogy ott káosz volt előtte, nem. Ha jól emlékszem. Annyi, hogy Isten kész, tehát Isten. Mert ugye ő mint örökké való, mint végtelen, ő volt mindig, és van, és lesz is. Ő volt, megunta magát, és megteremtette a világot. Igen, nem unta meg magát, így, jó. És de így, hogy mi volt a teremtés előtt erről, tehát kifejezetten csak a szövegértelmezést, hogyha nézzük, ilyen nincs a Bibliában, hogy előtte mi volt. Isten volt már örökké való, de ez sincs leírva, csak ugye, tehát mi így hisszük, meg így valljuk. Visszatérve az ősrobbanásra, tehát ez valóban nem volt kifejezetten robbanás. Hát ugye itt a fényről kezdtem el beszélni végül is, hogy most akkor ez az ősrobbanás mennyire járhatott fényjelenséggel, erre Miklós, mondjál nekem röviden valamit, erről tudunk-e valamit a fizika törvényei szerint? Magyarul tényleg nekem is bajom van ezzel az ősrobbanással, mert egy kicsit túl komolykodó. Ez a Big Bang, ez talán egy kicsit jobb, mert az angolból rögtön látszik, hogy azt se gondolta komolyan, aki kitalálta ezt a szót. Hívjuk nagy bumnak. Nagy bum. Nagy bum. Jó, legyen nagy bum. Tehát az teljesen rendben van, hogy lőn világosság, tehát ez oké. Tehát, hogy igen, én úgy gondolom, hogy ez megállja a helyét ilyen értelemben. Nem lehetett rajta keresztül látni, de... Jó, tehát akkor járt fényjelenséggel, szuper. Tehát én ezt a legyen világosságot sokszor így szoktam értelmezni. Gyerekekkel szoktam azzal poénkodni, hogy ugye akkor már előbb is kérdezted, hogy mi volt, hát akkor mi lett volna ugye sötétség. És akkor a gyerekeknek szoktam ezzel poénkodni, hogy hát gyerekek, lehet otthon sötétben dolgozni? Hát nem, na látjátok? És akkor lesz a világosság, hogy a sötétben nem lehet dolgozni. Jó, na tehát ez volt a poén helye. Én nem vagyok egy biblia szakértő, csak egyszer belefutottam egybe, és ő azt mondta nekem, hogy vannak olyan alternatív elméletek, amik egyébként keresztény kultúrkörön belül is forognak, de ami egy hát nagyon hipotetikus, hogy van ez a mondata, amit említett Klau, hogy a föld kietlen és puszta volt, vagy üres és puszta volt. Ez valahogy a héber eredetiben, ahol szerepel az, hogy hárec hajta tohuva vohu, hogy ez a hajta,
ez a múltidejű ige, létige. Vannak olyan nyelvészkedő hozzáállások, akik azt próbálják erre ráhúzni, hogy ezt úgy is lehet értelmezni, hogy kietlen és puszta lett. Na most ez a kettős teremtés elmélet nagyon gyenge lábakon áll, de elképzelhető, mint hogy persze szokták mondani, hogy a Bibliában mindent és az ellenkezőjét is meg lehet találni, de még inkább még több mindent bele lehet magyarázni, mert nagyon szűkszavú ez a rész. De hát ugye végül is, ha Ádám, ha nagyon akarod, akkor elképzelhető egy olyan utalás, mint hogyha ez már a fejlesztett verzió lenne. Ez a teremtés 2.0. Ezt én is ismerem, ezt a kettős teremtés fogalmát még vizsgáztam is belőle, tehát ezt én is tanultam. Ugye itt nekünk sokszor elmondta a Biblia oktatónk, hogy sajnos ugye itt a fordítások miatt nagyon sok minden félre tudott menni, és ezért is például tök jó, hogyha valaki mondjuk beszél héberül, vagy ismeri a hébert, vagy akár az óhéber nyelvet, mert akkor ugye jobban megérti. Hát Miklós, akkor te előnyben vagy. De nem, igazából pont ez, hogy azt mondják, akik tényleg tudják valamennyire ezeket a nyelveket, hogy ezt még ők se tudják, mint ahogy nálunk is dúlnak a viták néha, hogy most a, mit tudom én, az Ómagyar Mária Siralomban, vagy mit tudom én, hogy mit hogyan kell értelmezni, pedig az idézőjelben csak kevesebb, mint 1000 éves szöveg. Ja, vagy a halotti beszéd és könyörgésben. Például az isemüküt szó, ugye, hogy ősünket, vagy az ott micsoda? Ősünket, igen, igen. Szóval igen, persze itt hatékonyan be tudunk hozni mindenféle olyasmit, amihez egyikünk se ért. De a lényeg az, hogy ilyen ősi szövegek, vagy hát nem is annyira ősi, régi szövegek elemzése, az pláne ősi szövegek megfelelő értelmezése, az bizony problémás. Tehát még akkor is, ha olyan alapvető szavakról van szó, mint a létige, hogy az most vala, hogy az most inkább volt, vagy lett, vagy azzá vált. Szóval igen, itt is. Az intelligens designer viszont tett arról, hogy a világegyetem tömegének csupán 4,6%-át alkotja a megfigyelhető anyag, 23% a sötét anyag aránya, és 72% a sötét energia. Utóbbiről később beszélgetünk majd, előbbi mennyisége pedig meghatározó abban, hogy most itt vagyunk, és erről értekezhetünk. Jó, hát az intelligens designeres megjegyzésed, az a szarkazmus logó, nem tudom, hogy villogott-e a fejeden, vagy nem tudom, hogy van ez a dolog. Oké, fantasztikus dolog ez az eredmény, amit most elmondtál, és valójában mondhatjuk, hogy kétségbeejtő talán. Tehát, hogy mennyire van, azt írod, hogy 4,6%-a, azt mondod és írod, meg írják mások, hogy 4,6%-a megfigyelhető anyag. Borzasztó kevés. Sötét anyag? Amit csak látunk, fölnézünk az égre, látjuk a csillagokat, igen. Belenézünk egy teleszkópba, látjuk teljesen mindegy, látjuk a Sagittarius A csillagot, és közben ez mindössze, minden, amit látunk, csak 4,6%. Igen. De igazából az a legérdekesebb, és én tökre örültem, amikor ezt így felfogtam itt az egyetemen, amikor tanultam, hogy az, nekem igazából ebben az a döbbenet, hogy honnan tudjuk, hogy hány százalék az, amit nem tudunk. Ugye? Tehát ez egészen fantasztikus, és szerintem ez az, amin szerintem a leginkább meg kell, hogy döbbenjen valaki, aki nem foglalkozott a dologgal, hogy a túróba tudjuk, hogy az univerzum 72%-át alkotja bizonyos értelemben az a sötét energiának, vagy quintesszenciának nevezett valami, amiről nem tudjuk, hogy mi. De a hatását azt érzékeljük. A hatását érzékeljük, a közvetett hatásai kimutathatók, az, hogy a világegyetemünk olyan, meg amilyen, az csak egy olyan elmélettel tud konzisztens lenni, amiben konkrétan ezek az arányok szerepelnek, annak ellenére, hogy azért sötétek ezek a dolgok, mert úgy közvetlenül, vagy azért hívják őket így, mert hát közvetlenül nem mutattuk még őket ki. De mégis tudjuk, hogy mennyi van belőlük, ez egészen misztikusnak tűnik, de ez kőkemény precíziós kozmológia. Azért azt hangozzék el, hogy lehet, hogy ezt nem minden hallgatónk tudja, hogy ugye a sötét energia és a sötét anyag közti különbség, bár a nevük ugye az eléggé hasonlít, óriási különbség van, mint egy mágnes két pólusa között, hogy így mondjam, hiszen amíg a sötét anyag az tulajdonképpen a
Hát felel azért többek közt, hogy a galaxisok kialakuljanak, és egyáltalán egybe tartsák az univerzumot, addig bizony a sötét energia, az viszont a tágulásért felel, az egy taszító tulajdonsága van ennek a általunk hát nem ismert bővebben energiának. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, ugye itt a multiverzum elmélet szerint ugye föltehetjük úgy is ezt a kérdést, vagy megvilágíthatjuk úgy is ezt a dolgot, hogy hát bizony, ugye ezt azért tudjuk mi itt megkérdezni és erről beszélni, ezt már sok műsorban szerintem elmondtam, mert ezek az arányok pont ennyik, de hát ez nem különösebb szerencse, hiszen a sok-sok univerzum között, ahol valahol 71%, van, ahol 4%, van, ahol össze-vissza változnak ezek az arányok, ott nyilván nem alakulhat ki az értelmes élet, és így nem tudják föltenni ezt a kérdést, még mi föl tudjuk tenni. De mi van akkor, ha nincs multiverzum? Mi van akkor, ha ezt csak mi tudjuk föltenni? Hogy lehet, hogy ez ennyire precízen, szinte tényleg a matematika pontosságával szinte ki van számolva, akár az intelligens designer által. Igen, ez nagyon jó, mert ez ilyen 1%-ra be van lőve minimum. Tehát ugye azt olvastam egyébként pont most az emlegetett kozmológiai könyvben, amit most a mai adás tiszteletére leporoltam, hogyha itt ennek a lényegében a tágulás ütemét jellemző anyagi paraméterek például 1%-kal nagyobb lenne például ez az omega teljes nevű paraméter ezekben az elméletben, mindegy, most mondtam valamit, de lényeg az, hogyha 1%-kal mondjuk nagyobb lenne a tömeggel rendelkező anyag sűrűs mértékeben, akkor az ősrobbanás az 20 perccel később egy összeroppanó világegyetemben ért volna véget, míg hogyha 1%-kal kisebb lett volna ennek az értéke, akkor viszont olyan ütemben repült volna szét, hogy valóban nem lennénk most itt, hogy erről beszélgessünk. Ez persze bizony fölveti a finom hangoltság kérdését. A tudomány történetben azért eddig mindig, amikor finom hangoltság merült föl, akkor előbb-utóbb azért jöttek olyan elméletek, amik megadták a választ, hogy ez miért pont ugyanannyi. Most jelenleg úgy néz ki, hogy tényleg van azt hiszem nagyjából 6 darab szabad paraméter, ami nem jön ki semmiből, de mindegyik ilyen, hogy nagyon érzékeny az itt létünk arra, hogy ezek hogy lettek annyik amennyik, mondjuk a protonnak meg az elektronnak a tömege, hogy aránylik egymáshoz. Szóval ezek érdekes kérdések, ez szinte már tényleg átmegy a metafizikába. Tehát ez tényleg, ahogy mondtad, lehet beértekezni arról, hogy mi a helyzet más univerzumokban, csak hát mi ebben az univerzumban élünk, és ezt tudjuk megfigyelni. Innentől kezdve teljesen hipotetikusnak tűnik a dolog. Ahogy már említettem, ugye hát a nagy bummot a dokumentumfilmekben rendre úgy ábrázolják, mint egy klasszikus robbanást, amire kívülről lát rá az ember, miközben akkor még valójában nem is létezett tér, amint belül a robbanás végbe mehetett volna, tehát tulajdonképpen a robbanás volt maga a tér. Minden esetre a világmindenség már közel 14 milliárd éve tágul, és nagyon úgy tűnik, hogy ennek sohasem lesz vége, erről pedig egy másik sötét dolog tehet, a sötét energia, ahogy azt említettük is. Igen, hát az, hogy soha nem lesz vége, ez egy nagy kérdés. Ugye erről sokat fogunk a mai adásban beszélni mindenféle okos emberrel, de talán ide kínálkozik az az olvasói, vagyis hallgatói levél, amit egyébként még márciusban kaptunk Markovics Pétertől, aki egyébként... Nagyon gyors a feldolgozáson állunk az különböző leveleknek. Igen, bár a levélre válaszoltam, de olyan jó volt a kérdés, hogy úgy gondoltam, hogy ezt érdemes adásban is megfuttatni. Tehát, hogy az van, hogy ugye azt kérdezte meg Péter, hogy belefutott a megfigyelhető univerzum címszóban abba az információba, hogy mennyi a megfigyelhető univerzumunk sugara, úgymond, tehát az a tartomány bizonyos számítás szerint, ami belátható, és azt kapta, hogy ilyen értelemben 46,5 milliárd fényévnyire látunk el, idézőjelben, és ugye nagyon jogosan megkérdezi, hogy ez hogy a túróba egyeztethető össze azzal a ténnyel, hogy az univerzum kora mindössze, megint csak nagy idézőjelek között, mindössze 13,8 milliárd év. Tehát nyilván, hogyha az ősrobbanás pillanatában elindult egy fény, amit tudjuk, hogy mondjuk akkor nem jutott volna messzire, de mondjuk 300 000 évvel később elindult volna valami fényjel,
akkor az mostanáig 13,8 milliárd évet utazott volna, tehát ilyen értelemben a fénytávolság, amit megtehetett, úgymond, az 13,8 milliárd fényév, és semmiképp sem 46,5. Tehát a kérdés az, hogy akkor most hogyan lehetséges ez. És hát arra megpróbáltam, egyrészt számolgattam hozzá, itt a könyvek alapján, másrészt meg persze megválaszoltam a Péternek, hogy de nagyon érdekes kérdés. Tehát, hogy lényegében ez a 46,5 milliárd fényév, amennyire megértettem, igazából azt jelenti, hogy olyan dolgokat láthatunk, amelyeknek a mai bizonyos értelemben vett távolsága 46,5 milliárd fényév, bár azokat a dolgokat nem látjuk jelenleg, tehát hogy mivé lettek azok a dolgok, azokat nem látjuk, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeknek a dolgoknak, mondjuk képzeljünk el egy korai objektumot, amit mondjuk az ősrobbanás után valami nagyon korai csillagot, aminek mondjuk most meglátjuk a képét, az a csillag az valószínűleg már nem létezik, vagy rég tovább fejlődött valami mássá, és már olyan messze van, ahova egyáltalán nem látunk el. A távolsága ennek az objektumnak lehet több, a jelenlegi távolsága annak a dolognak, ami ebből lett, az lehet több, mint 13,8 milliárd év. Erre korrigálni kell, ennek nem egyszerű a számítása. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, ami kell ennek az egésznek a megértéséhez, hogy szoktunk emlegetni, hogy a fénysebesség az határsebesség, igen, de ez a mozgásnak a határsebessége, és ezért is fontos megérteni, hogy az ősrobbanásra és a világegyetem tágulására nem úgy kell tekinteni, hogy szétrepkedő galaxis repesz darabok mennek erre-arra, hanem hogy maga a tér tágul, és bizony a tér viszont, a térre nem vonatkozik ez a sebességkorlátozás, tehát a tér az tud gyorsabban távolodni, mint a fénysebesség, és persze a Hubble törvény értelmében is belegondolhatunk, hogy a távol levő galaxisok vannak olyanok, amik közel fénysebességgel, sőt fénynél gyorsabb sebességgel távolodnak tőlünk, tehát ilyen módon aztán nem is jut el hozzánk jelenleg még a fényük, viszont ugye az van, hogy ez nem sérti az Einstein-féle relativitás elméletet, tehát igenis, annak ellenére, hogy 14 milliárd év az univerzum életkora, eljuthat hozzánk egy olyan objektumnak a sokkal korábbi képe, ami jelenleg 46 milliárd fényévre van, és ez nem egy triviális gondolat, de nem sérti a világegyetemről alkotott jelenlegi képünket. És nagyon jó volt a kérdés, köszönjük Péternek, aki rendszeres hallgatónk. Volt márciusban, és reméljük, hogy ez azóta se változott. Bár a mai adásban azért kicsit túltoljuk talán a tudományt. Hát ez egy tudományos és fantasztikus műsorban talán nem. De majd ott lesz nekik a nyár úgyis, hogy kipihenjék. Így van, így van. És hogy merre tartunk, ahogy születünk meg és halunk, se az univerzum is erre a sorsra jut majd, hogy milyen módon a Nobel-díjas Brian Schmidt-tel beszélget Miklós, maradjatok velünk. Nagyon hálás vagyok a rendkívüli lehetőségért, hogy itt van velünk a Nobel-díjas Brian Schmidt professzor a mai Parallaxisban. Nagyon köszönjük, Brian, és nekem ez személyesen is hatalmas megtiszteltetés, mert máig nagyon élénken emlékszem arra, amikor középiskolás voltam 1998-ban, amikor először olvastam az izgalmas eredményeiről, és mivel gimis voltam, és érdekelt a fizika, azért addigra már elolvastam egy-két könyvet, például a néhai Steven Weinbergtől az első három perc címűt, ami nagyon fontos könyv volt nekem, és elég részletesen lehetett abban arról is olvasni, hogy milyen lehetséges jövő vár a világegyetemre. Na és ahogy akkoriban álltak a dolgok, úgy tűnt, hogy lényegében kétféleképpen érhet véget az univerzum története. Vagy egy lassuló ütemben, de örökké táguló módon fejlődik, vagy ez visszafordul ez a tágulás, és egy olyan eseményhez vezet, amit ön tréfásan Gneb-Gibnek nevezett, ami a Big Bang visszafelé, ami jól mutatja, hogy miről is van itt szó. Na és ekkor számomra a könyvekben olvasottak után teljesen meglepő módon az ön és kutatócsoportja eredményei hát azt mutatták, hogy nem csak, hogy nem ér véget a tágulás, hanem ráadásul gyorsulni fog a jövőben, és most is gyorsul, ami nekem, mint teljesen kívülállónak, akkor olyasminek tűnt, amire senki sem számított, hogy ez fog kijönni ebből a projektből. De kiderült, hogy így van, és végül ez vezetett a 2011-es Nobel
Nobel-díjához is. Tehát az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy hogyan és miért kezdték el ezt az egész nagy vörös eltolódású szupernova projektet. És miután rájöttek, hogy mi az eredmény, hogyan tudták először is saját magukat meggyőzni arról, hogy tényleg ez az eredmény, hiszen ugye rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, és ezután hogyan tudták meggyőzni a tudományos közvéleményt, hogy az elfogadja ezt a fősodortól teljesen eltérő felfedezést? Nagyszerű, szóval az oka, miért úgy döntöttünk, hogy belevágunk a kísérletbe, az valójában egyszerűen csak az én saját tudományos érdeklődésem volt, hiszen én, amikor a PhD-met csináltam a Harvardon 1989 és 93 között, azzal foglalkoztam, hogy a Hubble állandót mértem, ami annak a mérőszáma, hogy jelenleg milyen ütemben tágul az univerzum, és ez végső soron az égi objektumok távolságának és vörös eltolódásának mérését jelenti. A távolságot szerintem mindenki érti, hogy mi. A mi esetünkben ez úgy mérhető, hogy megnézzük, mennyire tűnnek fényesnek a dolgok, aztán néhány ismert korrekció alapján ezt megpróbáljuk átszámolni méterre. Na és aztán kell még mérni vörös eltolódást, vagyis hogy milyen ütemben nyúlik a tér. Tudod, erre eredetileg Doppler eltolódásként volt szokás gondolni, de én úgy vélem, ez inkább a tér keletkezése, vagy a tér nyúlása, amin közben keresztül halad a fény. A tér egyre nyújtottabbá válik, és ekkor a fény hullámhoz is megnyúlik. Vagyis megnő a hullámhoz, vörösebbé válik a fény. Tehát ezzel foglalkoztam én 3-4 évig, amikor doktoriztam, és kaptam erre egy eredményt. Utána folytattam, posztdokként a Harvardon, vagyis a Smithsoniannal közös asztrofizikai intézetben a kutatást, és azon törtem a fejem, hogy mi legyen a következő lépés. Akkoriban egy csomó minden történt, például megjelentek új technológiák, nagy digitális kamerák, a 10 méteres Keck távcső, illetve annak megértése, hogy hogyan lehet nagyon fényes felrobbanott csillagokat, vagyis szupernovákat, amelynek adatai a chilei kollégáinktól jöttek, arra használni, hogy nagyon pontosan távolságokat mérjünk velük. Így aztán 1994-ben lényegében elfordultam az akkori kutatásaimtól, és belevágtam, hogy létrehozzunk a Chilében dolgozó Nick Sanchez fel egy csoportot, amivel megmérjük a Hubble állandót a közelebbi régiókban, és aztán a korábbiaknál pontosabban megmérjük a Hubble állandó múltbéli értékeit azzal, hogy nagyon-nagyon távoli objektumok fényét vizsgáljuk, ami 5 milliárd éve indult útnak. Hogy miért érdekelt ez minket? Ebből kiderülhet, hogy mi lesz az univerzum jövője, mi volt a múltjában, mennyi anyag van benne. Hiszen az általános relativitás elméletből tudjuk, hogy az, hogy a világegyetemnek mennyi az ösztömege vagy a sűrűsége, az összefügg azzal, hogy milyen a tágulási pálya, amit leír, hogy milyen mértékben lassul. És így ebből azt is ki lehet következtetni, hogy mi lesz a jövőben. Na és persze a tér geometriája is szorosan összefügg mindezzel, hiszen a tér görbületét a gravitáció határozza meg. Szóval a tér alakjáról, a világ jövőjéről és a benne lévő anyag sűrűségéről is sokat tanulhatunk így. Azért ez elég jó így, nem? Szóval én ezért jöttem Ausztráliába, és tudod, ekkor elfogadtam egy 3 éves posztdoktori pozíciót, melynek során ezzel a csapattal dolgozhattam a világ minden tájáról, és 3 év kemény munka után 97 végére kaptunk is egy eredményt. Adam Rees és én tulajdonképpen innentől azon dolgoztunk, hogy megértsük, ami kijött, vagyis hogy miért tűnik úgy az adatokból, mintha az univerzum gyorsulva tágulna. Ennek ugyanis semmi értelme nem volt, de persze sok szó esett korábbi kutatások mindenféle mérési hibáiról, amelyek nyomán egyes kutatók már állítottak olyat, hogy gyorsul a tágulás, de ezeket senki nem vette komolyan. Az a vicc járta, hogy a gyorsuló univerzum az a hiba, amit mindenki elkövet, és tényleg, sokszor jött ki másoknak hibásan ilyesmi, ami eléggé ijesztő volt nekünk. Vagyis minden apró részletet újra és újra átnéztünk, megbecsülve a bizonytalanságokat és ilyesmiket. És végül aztán, néhány hónap után Adam és én arra jutottunk, hogy a jelenség tényleg ott van, vagyis eljött az ideje, hogy az első előzetes eredményeinket a csapat elé tárjuk, és megkérjük őket, hogy ők is nézzék át az adatokat.
Tehát fontos rész az volt, hogy meggyőzzük önmagunkat arról, hogy figyelembe vettük az ismert hatásokat, meg azokat is, amelyekről tudjuk, hogy nem ismerjük pontosan, és hogy nem mutatkoztak teljesen ismeretlenek a jelenségekben, amelyek miatt ma jól lemészárolhat minket a szakmai közösség. Hiszen természetesen a szakma ilyen hibákra vadászott. S habár teljesen jogosan a közösség valóban szkeptikus volt kezdetben, de aztán kiderült, hogy ez a felfedezés egy csomó ellentmondást feloldott, amit korábban nem sikerült. Például nem illett össze a Hubble állandó és az univerzum megfigyelt kora, na és ott volt a tömeg problémája, vagyis az, hogy a mérések szerint az észlelhető anyagmennyiség a világegyetemben nagyjából olyan 20%-a volt annak, ami az inflációs kozmológia elméletből kijött, amelynek Steven Weinberg elég nagy támogatója volt, na és a felfedezésünk végül is rámutatott, hogy ezek a problémák összetartoznak, vagyis a gyorsuló tágulás ezeket megmagyarázza, és ennek örültek az emberek. Tudták, hogy egyszerre két független csapat is dolgozik ezen, ami azt jelentette, hogy ez tényleg olyasmi, amivel érdemes elmélyülten foglalkozni, és hogy ezt mások is tesztelhették különböző megfigyelési módszerekkel az azt követő években, szóval így aztán végül is tényleg elfogadottá vált. Rendben. Szóval említette, hogy a gyorsuló tágulás mindenki hibája volt korábban, és én is olvastam olyan sokkal korábbi tanulmányokat, amelyek igyekeztek ilyen nagy vörös eltolódású objektumokkal megmérni a Hubble állandót. Persze ez még az említett szupernovás ötlet előtt történt, így ezek galaxis halmazok vagy ilyesmik mérésén alapultak. Mostani tudásunk birtokában visszatekintve ezekre a régebbi mérési eredményekre, ezek most is hibásnak tűnnek, vagy egyszerűen csak nem voltak elég meggyőzőek? Hát én őszintén úgy gondolom, hogy ezek valószínűleg tényleg hibásak voltak. Rendben. Ez szerintem fontos volt tisztázni, igen. Szóval, amikor olyan objektumokat használtak standard gyertyagyanánt, amelyek az idővel drámai mértékben változnak, mint a galaxisok, akkor kiderül, hogy még ma is nagyon-nagyon nehéz lenne velük ezt mérni, még ma se tudná senki kimérni a gyorsuló tágulást azokkal a módszerekkel. Másképp fogalmazva, senki sem próbálta meg, hogy a mi eredményeinket összevessék azokkal a korábbi tévedésekkel, mert úgy ítélték meg, hogy azok kellőképpen hibásak ahhoz, hogy ne is legyen érdemes ilyesmit megpróbálni. Rendben. Na, kérem, mondja el a hallgatóinknak, hogy ez a szupernovás mérési módszer, ez miért annyival pontosabb, és hogy tulajdonképpen hogyan produkálhatott ebben a felmérésben ilyen elfogadható, sőt jó eredményeket. Tehát először is fontos, hogy ezek nagyon fényes pontforrások. Ez azt jelenti, hogy valójában semmi struktúrát nem látsz belőlük, annyira messze vannak, vagyis végtelenül kicsinek tekinthetők, és éppen miatt sokkal könnyebben mérhetőek. A másik dolog, hogy ez egyetlen csillag, míg egy galaxis az rengeteg csillagból áll, melyek élik az életüket, és aztán meghalnak. És ezzel egy galaxis maga is öregszik, és folyamatosan változik, akárcsak maga az univerzum. De egy ilyen robbanás mindig egyetlen csillagot jelent, és azt hiszük első közelítésben elég jól értjük, hogy hogyan történnek ezek. Akkor jönnek létre, amikor egy fehér törpe csillag, vagyis egy olyan maradvány csillag, ami ennél a nap is válik majd, átlép egy kritikus tömeget, ami nagyjából 1,4 nap tömeg. És jó okunk van azt hinni, hogy ezen robbanások fényességének az időbeli lefutása, melyet végül is a magfizika törvényei határoznak meg, így annak jellege nem igen változik az idők során, legfeljebb nagyon kicsi mértékben, de nagyon biztosan nem. És az a gyönyörű, hogy az univerzum hozzánk közeli részében van mindenféle galaxis. Öreg, fiatal, olyan, ami tele van mindenféle különböző vegyületekkel a hidrogénen és a héliumon kívül, és olyan is, amiben alig vannak más elemek. És a közeli galaxisokban tesztelhettük mindezeket a különbözőféle környezeteket, és azt találtuk, hogy a szupernova robbanások jellege mindettől nem függ. És még egy nagyon fontos dolog, ezek egyszerűen sokkal jobb távolságmérési módot biztosítanak, mint amiket bárki bármikor használt. Vagyis ezek jó 3-4 pontosabbak. Az a helyzet, hogyha egy távolságmérési módszert akarsz használni a csillagászatban, akkor a hibád a mérési pontatlanságod négyzetével fog növekedni. Vagyis, ha 4 pontosabb a módszer,
akkor ez azt jelenti, hogy a mérési hibáid 16-szor kisebbek, ami tehát szintén egy nagyon fontos szempont. Rendben. Szóval akkor, ha, tehát kijelenthetjük, hogy tény, hogy az univerzum gyorsuló ütemben tágul. Mit tudunk mondani mindennek az okáról? Van-e már valamiféle tudományos konszenzus arról, hogy mi okozza ezt a gyorsulást? Ez a sötét energia nevű dolog. Tehát említette, hogy a felfedezés egy csomó kérdést megoldott, de hát ahogy ez történni szokott, még többet fel is vetett. Így például azóta nem tudjuk, csak elméleteink vannak legfeljebb arról, hogy miből áll az univerzum nagy része. De persze én mostanában nem követem ezt közelről, szóval van már esetleg erről valamiféle tudományos konszenzus? Nos, tudjuk, hogy ez a valami, amit sötét energiának hívunk, ez egy általános kifejezés arra, amit Albert Einstein vezetett be 1917-ben. Ami tulajdonképpen egy olyan tag az egyenletében, amire mi a mai modern szóhasználatunkkal élve úgy tekinthetünk, mint a vákuum energiasűrűségére. Vagyis ez az az energia, amely az üres térhez rendelhető. Tehát ennek van valamiféle sűrűsége, és amint a tér tágul, ez a sűrűség mindig ott van. Benne van a te atomjaidban, az én atomjaiban, az ősrobbanásban született atomokban, és a tér minden egyes darabjában a kezdettől fogva. Kiderült, hogy Einsteinnek ez a nagyon egyszerű elgondolása nagyon konkrét jóslatokra vezetett, amelyek pontosan egybevágtak azzal, amit találtunk. Az azóta végzett számtalan független mérés is alátámasztja, hogy tényleg így írható le a világ, és ehhez az kell, hogy ebből a dologból álljon az univerzum 70%-a. Na de hogy mi is ez a dolog? És miért van ott, ezt nem tudjuk. Úgy tűnik, ilyen a világ. A kérdés az, hogy ez csupán egy saját alapvető tulajdonsága az univerzumnak, vagy valamiféle egyelőre ismeretlen kvantummechanikai, részecske fizikai jelenségnek a megjelenése. Amit eddig tudunk, az teljesen konzisztens azzal a képpel, hogy az univerzum egyszerűen ezzel a tulajdonsággal született, és mindig ilyen is marad. És az az igazság, hogy még nincsen olyan elméletünk, ami összekapcsolná a gravitációt a kvantummechanikával. A legjobb elmélet, amink van erre, az a Hoore elmélet. És ez az egyik olyan dolog, amit a gyorsuló tágulás, illetve a sötét energia jelenléte megoldott, az az volt, hogy lehetővé tette, hogy a téridő lapos lehessen, vagyis nem görbült. És ezzel lehetővé vált, hogy a más mérési tapasztalatokkal konzisztens, helyes értéket kapjunk az univerzum korára. Ráadásul ez a nagyon korai világegyetem exponenciális ütemű tágulását feltételező inflációs kozmológiával is összhangban van. E korai felfogódás szintén valamiféle sötét energia idézte elő, ami aztán eltűnt a legelső másodperc apró töredéke alatt. Az egyik dolog, amit viszont elrontott a felfedezés, az a Hoore elmélet volt. Ugyanis a Hoore elmélet nem szereti a pozitív kozmológiai állandót, vagyis a gyorsuló tágulást. És ez még mindig egy fennálló probléma a Hoore elmélettel, ha csak nem vezet be az ember egy egész seregnyi ilyen 10^500 nagyságrendű különböző univerzumot, majd ezután az úgynevezett antropikus elvre hivatkozva magyarázzuk meg, hogy a sok közül az egyetlen olyan univerzum, amelyben létezhetünk, az éppen az, amelyikben előállt ez az amúgy nagyon valószínűtlen helyzet, hogy ekkora és pozitív a kozmológiai állandó. És akkor ennyi lenne a probléma megoldása. Nem mondanám, hogy ez valami brilliáns megoldás, de ha igaz, akkor ezzel kell együtt élnünk. De ez sajnos már eléggé metafizikai jellegű. Igen, épp ezt akartam megkérdezni, hogy vajon lehetséges volna egyáltalán egy ilyen állítást mondjuk cáfolni. Én azt gondolom, hogy egy elmélet akkor tekinthető tudományos elméletnek, hogyha lehetséges rá ellenőrizhető ellenpéldát találni, és ezzel cáfolni az állításait. De az ilyen jellegű kijelentések nagyon is úgy hangzanak nekem, mintha metafizikai jellegűek lennének. Itt szerintem nem lehetséges ez a falszifikálás. Szóval ilyen szigorú értelemben fizikai elméletek ezek egyáltalán, vagy csak ilyen szellemi konstrukciók?
Most azt hiszem, igazad van abban, hogy mindaddig, amíg nem tudjuk értelmesen tesztelni az elméletet, legalább közvetett módon, illetve ellenőrizhető jóslatokat kihozni belőle, addig ez egy valós probléma, és egyet kell értenem azzal, hogy eddig nem igazán álltunk elő semmi olyasmivel, ami elegendő lenne ahhoz, hogy teszteljük. De dolgoznak rajta, és én nem adnám fel a reményt. Nem adnám fel a reményt, hogy egyszer tesztelhetővé válik ez az elmélet is, de igazad van, jelenleg ezt nem tudjuk megtenni. Vagyis ez az egyik ötlet, több más mellett, és én úgy gondolom, hogy ez mindaddig egy ellenőrizhetetlen elmélet marad, amíg nem leszünk képesek belőle olyan jóslatot, előrejelzést kihozni, akár a sötét energiával, a gyorsulással, vagy valami mással kapcsolatban, ami tesztelhető. És teljesen igazad van. Amíg nem tudjuk ténylegesen tesztelni, addig ez inkább marad egy ötlet, mint sem az univerzum fizikai leírása. Igen. Akkor szerencsére marad még bőven tennivaló a jövő fizikus generációi számára. És ha már erről beszélünk, ön amellett, hogy az Ausztrál Nemzeti Egyetem kancellár helyettese, ha jól tudom, még mindig vezeti a SkyMapper, vagyis égtérképező távcső projektet. Nos, annak a vezetését már nem vállaltam tovább, de egy kicsit még mindig részt veszek benne. Ám úgy döntöttem, hogy az egyetem irányítása mellett valaki másra kell ezt bíznom. Szóval a projekt zajlik, de ez volt az utolsó projektem, mielőtt kancellár helyettes lettem. Na igen, hát ez persze teljesen érthető, de mégis el tudnám mondani a hallgatóinknak, hogy ennek a kutatási projektnek, vagyis a SkyMapper távcsöves térképezésnek mi is a célja, hiszen hát azért, ha jól tudom, mégiscsak legalább 2014 óta ön volt a projekt élén, vagyis jó sok ideig. Igen, azért kezdtük a SkyMapper-t, mert ha belegondolsz, a Sloan Digitális Égtérképezés projekt nagyon részletesen feltérképezte az északi égboltot. De nem létezett ennek megfelelő dolog a déli féltekére. Így aztán elindítottam egy projektet, hogy térképezzük fel a déli égboltot. Még 2002-ben kaptam arra lehetőséget, hogy felfejlesztünk egy távcsövet, konkrétan a Nagy Magellán, vagyis a Nagy Melbourne-i teleszkópot, ami a gravitációs mikrolencse kutatások miatt vált híressé. Ez a Mount Stromlo-n van, és csináltunk vele néhány gamma felvillanásos vizsgálatot is. Szóval a projekt lényegében 2003. január 1-én indult, de aztán jött egy bozott tűz január 18-án, ami tönkretette a távcsövet. Tehát 9 évvel később lett egy működő távcsövünk, a SkyMapper, hogy folytassuk a projektet. Az ötlet az volt, hogy legyen egy digitális térkép a déli égboltról, de a kollégáimmal azt is kitaláltuk, hogy konkrétan milyen színszűrőket használjunk, amelyek lehetőséget adnak a csillagok színének olyan színképsávokra bontására, melyekkel jól tanulmányozhattuk a csillagok kémiáját. Vagyis az univerzum a születésekor hidrogénből, héliumból és egy icipici mennyiségű lítiumból állt, ezért a korai csillagoknak lényegében nagyon-nagyon egyszerű a színképük, hiszen csak ennek a két elemnek a színképe látszik benne. De ahogy egyre több elem jelenik meg a csillagokban, azok kivágnak részeket a színképből, és ez a színszűrős képeken megmutatkozik. Így aztán ezzel a projekttel beazonosíthattuk a tejútrendszer legelső csillagait, mert ezek azok, amelyeket nem annyira szeletelt fel a kémia. És valóban, megleltük a fémekben legszegényebb csillagokat a galaxisban, melyek tulajdonképpen a legtisztábbak. Nem ezek a legelső csillagok, hiszen tudtuk bennük észlelni az első szupernovák szétszórt anyagát, épp ezért arra használtuk őket, hogy ilyen közvetett módon megismerjük a tejútrendszer első csillaggenerációját. Ez egy nagyon jó pofa eredmény volt, eléggé menő, és még kapcsolódik is a szupernovás munkámhoz. Mert ezek valóban felrobbanó korábbi csillagok által lettek kémiailag dúsítva mindenféle anyaggal, és ahogy egy atombomba működését és összetételét is beazonosíthatjuk a radioaktív csapadék alapján, itt is új lenyomatokat vehetünk az ősi szupernovákból, mint a radioaktív kihullásból, mely ezeket a csillagokat érte. Ezt szisztematikusan csináltuk, sőt még arra is képesek voltunk, hogy a világegyetem legtávolabbi fekete lyukait keressük. És még sok-sok egyéb adatot szolgáltassunk mindenféle kutatók rengetegféle projektjéhez, vagy nagy távcsőes, részletesebb kutatásaik előkészítéséhez.
Ez fantasztikus. Végül engedje meg egy utolsó kérdést ezúttal valami teljesen másról, a borászkodásról. Jól ismert, hogy ön egy sikeres és elismert borász Ausztráliában. És ha jól emlékszem a híradásokból, még a svéd királyt is megajándékozta egy üveggel a saját borából, miután megkapta a Nobel-díjat. Hogyan... Még előtte, még a díjátadó előtt adtam neki. Tényleg? Igen. Amikor kezet ráztunk a színpadon, azt mondta nekem a király, hogy köszönöm a bort, nagyon finom volt, nagyon ízlett. Vagyis addigra már meg is itta. És már az előtt odatta neki, hogy bejelentették volna a díjat? Na nem, ez ugye összeférhetetlenség lett volna. Ezért kérdeztem. De ez nem így megy persze, hogy fogod magad és odaadod a királynak. Szóval ezt hoztam magammal Ausztráliából, és már Svédországban voltunk jó egy héttel az átadó előtt, és akkor diplomáciai csatornákon keresztül, mert hogy mindig velem volt egy diplomata, elintézték, hogy a király valóban megkapja, és aztán néhány nappal később vacsorához fel is bontotta. Én azt gondoltam, hogy elteszi majd későbbre, de hát nem így történt, és hát ez egy jó bor volt, szóval hamar megitta. Örület. Na de az a kérdés, hogy hogyan vált ön a borászkodás megszállottjává? Montanából származik, ami hát ennyien szólva nem éppen a bortermeléséről nevezetes vidék. Szóval hogyan kezdődött önnek ez az egész? Igen, Montanában nőttem fel, aztán pedig Alaszába költöztem. Ó, ez még rosszabb. Még rosszabb a szőlőnek. Valójában az első rendezvúmmal kezdődött a feleségemmel. Mindketten a Harvardra jártunk, ő közgazdaságtan tanult, én csillagászatot. És hát elég fiatal voltam, talán 22 vagy 23 éves, ő pedig Ausztráliából származik. És ülünk akkor egy étteremben, és átnyújtja nekem a borlapot, hogy mondjam meg, mit ígyunk. Én meg csak néztem a borlapot, teljesen megrökönyödve, mert hogy én még életemben nem rendeltem korábban bort étteremben. Ő rám nézett, és azt mondta, oké, ha egy ausztrállal randizol, akkor meg kell tanulnod ezt azt a vörösborokról. Így aztán elkezdtem a vörösborokról tanulni. Amihez jól jött, hogy a Harvard asztrofizikai központjában volt jó sok borkóstoló. Köszönhetően Dave Lettemnek, a csillagászati tanszékről, aki a bolygó csillagászat egyik ismert alakja. Szóval ő szervezte ezeket, és ott volt jó néhány magyar csillagász haverod is, akik szintén rendszeresen részt vettek ezeket. És néha jóféle magyar borokat is lehetett ott kóstolni. Szóval elkezdtünk így tanulni ezekről együtt a borkóstolókon, minden pénteken délután, a nehéz hét lezárásaként, és így kezdett el érdekelni. Aztán, amikor Canberrába költöztem, majd 4-5 év után kiköltöztünk vidékre. Az pedig tökéletes helynek tűnt egy szőlőtelepítéshez, és akkoriban Canberra környéke egy felívelő, divatos borrégióvá kezdett válni. És azt mondtam, miért ne? Megkóstoltam sok helyi bort, voltak köztük kitűnőek is, vagyis úgy gondoltam, egyszer élünk, miért ne termeljünk bort? Hát ez egy nagy dolog, kicsit őrült dolog, de nagyon örülök, hogy belevágtam. Ez csodálatos. Nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk ezt a történetet, és hát az egész beszélgetést is nagyon izgalmas volt. Nagyon köszönjük az idejét, tényleg egy óriási élmény volt, hogy itt volt velünk ma este. Köszönöm. Örömmel tettem. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Ez még mindig a Parallaxis dupla évadzáró epizódja, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és természetesen itt vannak velem a műsor első felében is itt lévő kollégáim és beszélgető társaim, Ivanis Rigel Klaudia és Vince Miklós. Hogy tetszett ez a beszélgetés, Klaudia? Na, hát őszinte leszek azért, itt jön belőlem elő az, hogy ezek azok a témák, amik nálam már a határt súrolják, tehát ugye mivel én amatőr csillagász vagyok, tehát én nem vagyok fizikus, mint a Miklós, meg nem vagyok matematikus, meg hasonlók,
Ezért ilyenkor azért nekem nagyon oda kell figyelnem, hogy nem is az, hogy értsem, hogy miről van szó, mert nyilván értem, csak mondjuk azt, hogy még utána nézést igényel, még mondjuk, mondjuk Miki ugye hozzám képest ezt mondjuk kirázza a kisújból, de, és nem is kifejezettem magához a Briannek a szavaihoz lenne egy kérdésem, hanem pont, hogy Miki hozzád, mert volt egy ilyen hát félmondatod, amivel én most vissza is utalnék az előbb azért még az univerzumnak a születéséről, ugye itt a Big Bang teórira, mert ugye ezt mondjuk, hogy teóri, tehát bármilyen elméletre, hogy ott van, hogy elmélet, és én a saját értelmezésemmel, de javítsatok ki, ha tévedek, ugye az elmélet az mindig egy olyan dolog, ami nem 100%. Tehát ugye megcáfolható. Erre te is nagyon jól rámutattál, Miklós, és pont ehhez lenne nekem egy kérdésem, hogy valami olyasmit mondtál, hogy az a jó elmélet, meg az, tehát az a jó elmélet, amire van ellenpélda, meg ellenbizonyíték, tehát hogy kvázi meg lehet cáfolni, volt egy ilyen mondat. Hát, hogy igen, úgy értettem, hogy lehet, hogy akkor furcsán mondtam, de azt akartam mondani, hogy amire elméletileg lehet, tehát amire volna módja cáfolni, tehát az nem egy jó elmélet, amikor olyan fizikai értelemben, amikor olyan kijelentést teszünk, amiről tudjuk, hogy sem igazolni, sem cáfolni nem lehet, mert akkor egyszerűen az olyan értelemben nem lehet fizikai elmélet, hogy amit nem lehet cáfolni, mármint nem, vagy igazolni, így értettem. Igen. Jó, ezt értem, mert ugye az áltudományoknál is mindig ezt hozzák fel, hogy az áltudományos ilyen bizonyításoknál, meg elméleteknél, és hogy mindig az az egyik kritérium, hogy nem lehet se megismételni, se cáfolni, se alátámasztani igazándiból. Tehát ez oké. Kip Thorne és Christopher Nolan like it. Igen. Hát igen. Szóval igen, és akkor arra gondolsz, hogy hát az ősrobbanás olyan értelemben, mit tekintünk ősrobbanásnak? Tehát az ami Big Bang Theory néven nevezetes, az olyan értelemben annak a klasszikus része, tehát úgy mondanám, hogy mindaz, ami az emlegetett Planck idő óta történt, az egy olyan elmélet, ami nagyon is ellenőrizhető jóslatokat tett, amiket szépen sorban igazoltak is. Tehát maga az ősrobbanás, az ilyen értelme egy tökéletes tudományos elmélet volt, mert kijött belőle például, hogy kell, hogy legyen az a valami, amit úgy hívnak, hogy kozmikus háttérsugárzás, ami tulajdonképpen az, hogy a világegyetem valaha hőmérsékleti egyensúlyban volt, és ezért és azóta sem hűlt ki teljesen, tehát minden irányból egy egyenletes hőmérsékletű rádió vagy mikrohullámú sugárzásnak kell jönnie, és hát ez valóban így van. Például ez a jóslat, ez olyasmi, ami az ősrobbanás elméletből kijön, a másik elméletből, ami versenyben volt az ősrobbanással, abból meg nem jött ki. Az tehát mi ilyen volt? Értem, az ősrobbanás, hogy mi volt az ja, az elmélet? Igen. Hát ez az állandó állapot kozmológiája nevű elmélet volt, mert miután az Edwin Hubble megfigyelések alapján rájött arra, hogy az univerzum tágul, tehát hogy a vörös eltolódás segítségével jött. Igen, akkor onnantól már nem lehetett tartani azokat az ötleteket, amiben például Einstein szeretett volna hinni, hogy a világegyetem statikus, vagyis, hogy... Mindig volt, és mindig lesz. Mindig volt. Hát, na ez az, hogy egy helyben állnak, tehát, hogy nem változnak a galaxisok köztük, mondjuk átlagosan a távolságok nagyon hosszú idő alatt, hanem egyértelmű volt, hogy tágul, de tágulni úgy is lehet, hogy nem kell hozzá időbeli kezdőpont. Tehát ha elképzelitek, elképzelhető mondjuk egy olyan függvény, most képzeljetek egy olyan függvényt, ami a mínusz végtelen időben csak úgy simul az időtengelyhez, de sose volt konkrétan nulla a mérete, csak mindig egyre kisebb. Tehát el lehet képzelni egy olyan növekedést, ami tulajdonképpen folyamatosan növekszik az univerzum, anélkül, hogy lett volna egy időbeli kezdete. Ezt hívták állandó állapot kozmológiának, aminek a képviselője az a Fred Hoyle volt, aki amúgy a Big Bang Theory-nak a nevét adta, mert ő viccelődött ezzel, hogy a ti elméletetek az olyan, hogy egy Big Bang, szemben az enyém, az állandó állapot kozmológia az milyen szép és elegáns, és így, tehát tulajdonképpen gúnyolódásból kapta a Big Bang elmélet a nevét, pont egy olyan embertől, aki az ellenelméletet favorizálta, sőt, ő találta ki. De
Azaz másik elmélet, abból nem következett volna ez azóta műholdas megfigyelések sokaságával igazolt kozmikus háttérsugárzás megléte. Úgyhogy ez egy jó fizikai elmélet volt, viszont amire beszéltünk ott a Brian Schmidt-tel, az nem egy jó fizikai elmélet, hogy ilyen értelemben egyelőre még, hogy párhuzamos univerzumok léteznek. Ugye, hát az nehéz lenne belülről nézve átlátni egy másikba, úgyhogy ez nehéz ügy. Miért van mégis az, hogy az emberek számára ma már ez elfogadott? Annyira, hogy már a popkultúránk részévé vált tulajdonképpen a multiverzum elmélet. Hát nem tudom, a multiverzum elmélet az tetszik, tulajdonképpen... Tetszik az embereknek, most én elsősorban nem a tudományos megvilágítását szeretném itt feszegetni, tehát tetszik az embereknek az az elképzelés, ahogy a sötét anyag, a sötét energia és a látható anyag mennyiségének százalékainál is beszéltük, hogy ezernyi variáció, ezernyi lehetőség van. Tehát ma már ugyanaz, mint nem találtunk még életet más bolygón, de ma már mindenki azt gondolja, hogy hát vétek lenne elpazarékolni ennyi emberre, hogy ismét klasszikust idézek, ahogy szoktam. De nem, a Klau nem gondolja. Ott a Klau nem. Mit nem gondolok? Hát azt mondtad múltkor, hogy szerinted nincsenek például fejlett civilizációk máshol. Ja, azt nem gondolom, de pont így válaszolva Ádámnak a kérdésére, igen, tehát szerintem ez azért lett népszerű, ez a párhuzamos, univerzumos, meg idősíkos fikció, mert egyszerűen ez tetszik az embereknek. Tehát tényleg ezt az emberek szeretik ezt a témát. Én is, nekem is az egyik kedvenc témám sci-fi regényekben, tehát az olyan regény téma, amikben mondjuk párhuzamos világokról van szó. Tehát én is nagyon szeretem ezt a témát. Jaj, hát és a Sliders. Ja, ugye, igen. Hát, igen. Meg jól esik az embereknek az, amit szoktak mondani, hogy például, mit tudom én, van egy olyan párhuzamos univerzum, amiben én vagyok, az angol királynő. Persze lehet, hogy olyan is van, amiben meg egy lapos tetű vagyok valakinek a fanszőrzetében. Ugye? De hát mindegy, szóval konkrétan a lehetőségek korlátlanak, és ez valójában csodaszép. Klau, a világ végéről egyébként mit mond a keresztény vallás, mert hát azért a tudománytól eltérő módon áll ehhez a kérdéshez. Én ezt nem szeretem ilyen szempontból, már mint vallási szempontból ezt a szót, mert hát ugye... Hát ez maga az Armageddon, nem? Igen, mert a világ végénél akkor most mindenki egy ilyen tök negatív dologra gondol. Már most úgy alapból, hogyha kimondom ezt a szót, hogy világvég, ugye ne nézz fel, hogy csak a korábbi adásunkra utaljak vissza. A keresztény hitben a világ vége az egyben jelenti egy új világnak a kezdetét. Ez ugye a Bibliában, ugye a Jánosnál, ugye aki az evangélista volt, és ő írta meg a Jelenések könyvét, ami tulajdonképpen a Bibliának a leges legvége, és ebben írta le azt, hogy milyen lesz a világ vége. De ugye a világ végét a keresztény hagyomány a Biblia alapján úgy értelmezi, hogy tulajdonképpen ez lesz Jézusnak a második eljövetele. Nyilván meg fogja előzni ezt egy csomó katasztrófa. Tehát, hogyha valaki olvassa a Jelenések könyvét, akkor ugye ott ír a sátánnak az eljöveteléről, ugye szörnyetekként van ábrázolva. Vannak olyan utalások, amik vulkánkitörésekre utalnak, vannak olyan leírások, amik meteorit záporra, tehát ilyen Cseljabinszk csak nagyban utalnak, vagy Tunguszka esemény csak nagy. Tehát nyilván vannak ilyen katasztrofális események a Jelenések könyvében, de az lesz a vége, hogy ugye Jézus második eljövetele, és akkor tulajdonképpen most nagyon röviden és tömören azok, akik hát Istennek tetsző életet éltek, vagy élnek, tehát vagy már a mennyországban, esetleg a tisztító tűzben vannak, vagy az életük alapján, tehát akkor még, amikor Jézus eljön, ugye nem tudjuk, hogy mikor, a mennyországba kerülnének, azok utána itt fognak élni Jézussal a földön, és minden szipi-szuper lesz, most csak így nagyon tömören és leegyszerűsítve. Tehát alapvetően a Bibliának a világ vége elképzelése az optimista, mert ugye Jézust várjuk.
Nyilván itt hozzá kell tennem még egyszer, hogy attól függetlenül ugye természeti katasztrófákat leír, és pont ezért van az, hogy gyakorlatilag minden korban vannak olyan vallásos közösségek, amik néha aztán átmennek szektákba, amik azt hirdetik, hogy na most van az az időszak. Amikor már, ugye már, hogy most is lehetne mondani. És akkor legyünk öngyilkosok. Igen. Emlékeztek, amikor 97-ben jött a Hale-Bopp püstökös, ugye? És akkor voltak azok a formák ott Floridában, vagy hol, akik tömeges öngyilkosságokat követtek el. Pontosan. Igen, hát az égi jelek. Na, ez megint csak visszautal egyébként a ne nézz fel dologra, de amikor egyértelműnek tűnik, hogy itt, amikor világ végéről van szó, akkor valahogy ugye az emberi világ végéről, tehát megint csak, mint hogy a nem tudom, hogy ez az univerzum végéről szól. Ez szerintem az amúgy egy ilyen antropomorf értelmezése az embernek, tehát ez már egy ilyen emberi antropomorf értelmezés, és valóban végül is a Bibliában is ugye a jelenleg ismert világnak úgymond vége lesz. Csak igen. Ezt ugye követ egy új világ, amiről viszont sokan, már keresztények is, hát úgymond elfeledkeznek, pont azért, mert ugye ennek a világ vége szónak egy nagyon negatív töltete van. Nyilván nincs arra lehetőségünk, hogy minden vallást és hitet végigbeszéljük, de itt most nagyon felkeltette az érdeklődésemet, amit Claudia mondott, ugye, hogy tulajdonképpen ugye Jézus eljövetele, tehát egy pozitív dolog a világ vége, ahogy most zanzásítva, ahogy megfogalmaztad. Tudjuk, hogy egyébként például a zsidó hit mit mond? Mert hogy ugye ott hát Jézus egy más kategóriába esik, mint a kereszténység. Ugye a zsidók azok még mindig várják a messiást, mert ugye ők nem fogadták el Jézust, a zsidók nem fogadták el messiásként, tehát őnáluk relatíve még mindig messiás várás van. Hát a világ vége nem feltétlenül kapcsolódik össze a messiás eljövetelével, úgyhogy szerintem a világ végét illetően, amennyire én tudom, például a zsidó hitvilág az kicsit félhomályba van hagyva. Tehát az oké, hogy eljön a messiás elvileg, és akkor ugye az valami olyasmi lesz, ami hát ez arról már... Újjáépül a Jeruzsálemi templom. Igen, arról már rengetegféle elképzelés van, hogy ami például eljön egy olyan időszak, amikor örök béke honol onnantól. Hát ugye a fenne se tudja, hogy ezt most hogy kell értelmezni. Nyilván erről ugye nagyon sok, de a zsidóságon belül is vannak ilyen különböző irányzatok, tehát én meg nem értek hozzá. Viszont az egy érdekes dolog, és akkor kicsit átvezetné a dolgot a beszélgetésre, amire hamarosan belefolyunk itt egy felvételen keresztül, hogy ugye ott vannak például a távol-keleti vallások, amik tulajdonképpen valami olyasmit képzelik el, például a világnak az ideális állapotát, ami felé kell, hogy tartsunk, hogy ugye az a nirvána, ugye? Az valami olyasmi, amiben szépen feloldódik tulajdonképpen kényelmes feloldódás mindenben. Egyé válik minden mindennel. Nekem a nirvána, amikor olvastam róla ilyen népszerűsítő teológiai könyvekben, hogy ez milyennek képzeletik, az kicsit pont olyan volt, mint amikor az univerzum hőhaláláról olvas az ember, ami az, hogy minden, tulajdonképpen nagyon hosszú távon minden struktúra eltűnik, és minden szétoszlik, és ez valahogy ott a távol-keletiekben ez egy kívánt állapotot jelent, aminek az elérése jó. Na, de nem is akarnám ezzel tovább csigázni a kedélyeket, mert hát elárulhatjuk, hogy következő beszélgetésünk ezzel lesz kapcsolatos, mégpedig azzal, hogy hát ha már Brian Schmidtnek, akivel óriási megtiszteltetés volt, tehát tényleg nagyon köszönöm a lehetőséget, mert hogy ezt így mondtad, hogy szervezünk valami vendéget, mert tehát életem álma volt kb., hogy egy ilyen emberrel beszélgessek. De hát ugye ő az az ember, akinek az eredményeiből lényegében valóban megtudhatjuk, hogy nem úgy fest, hogy nem lesz egy nagy recs. Tehát, hogy egyhamar nem lesz egy világvége. Tehát lényegében végtelen, szó szerint, jelen tudásunk szerint, szó szerint végtelen idő áll rendelkezésre az univerzumra, és akkor további életéhez, és akkor felmerül, hogy oké, nagyon hosszú távon mi lesz? És akkor ott volt
eszembe jutott, hogy aki ehhez nagyon ért, és szenzációs előadást tartott a témában, az az én volt tanárom, és most már tényleg mondhatjuk, hogy, hogy országos szinten ismert, ismeretterjesztő, Dávid Gyula, akit én egyetemista koromból ismerek jól, mert hát ő a nagy tanáraim egyike volt, amikor a fizikus szakra jártam, de hát azóta már nem csak a fizikus hallgatókat, hanem már hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész országot tanítja, mégpedig nem középiskolás fokon, hanem hát tulajdonképpen közel hozza az ő általa szervezett, és hát nagy mértékben futtatott atomoktól a csillagokig előadás sorozat a hallgatósághoz a világot, a tudomány, a fizikával kapcsolatos tudományos eredményeknek a sokaságát, és hát nem véletlenül vagyunk most is atomcsilles pólóban. Szeretettel köszöntöm tehát Dávid Gyulát, itt van velünk tehát, és meghallgattuk Brian Schmidtet arról, hogy hát mi a helyzet ezzel az univerzummal, gyorsulva tágul, ami azt jelenti, hogy egyhamar nem lesz vége, és ebből felvetődik a kérdés, hogy hát akkor mi várható a következő, hogy mondjam 137 kvadrillió évben, vagy quintillió, 137 quintillió évben, hogy csak az egyik legnépszerűbb előadásodnak a címét idézzem. Tehát mi minden várható ebben a szinte végtelen sok, vagy hát végtelen sok időben, ami még ezek szerint előttünk áll. Üdvözlöm a hallgatóságot, nézőket. Ahhoz, hogy ilyesmire válaszoljunk, először is szét kell cincálni a kérdést. Lehet beszélni általában a világegyetemről, lényegében geometriailag, mekkora lesz, hogy tágul, mennyire lesz híg, mennyire lesz hideg, és lehet külön beszélni arról, hogy adott korszakokban milyen anyag tölti ki, és azzal az anyagban mi a helyzet, abban milyen folyamatok zajlanak le, éppen milyen objektumok léteznek. Nagyban az univerzumnak a történetét a gravitáció irányítja. Ezt ugye már Newton is tudta, Einstein óta meg még inkább tudjuk. Az egész problémának a leírásában az a gond, hogy egyszerre kell alkalmaznunk a nagy dolgokra alkalmazható gravitáció elméletet, pontosan az általános relativitás elméletet, valamint a kis objektumoknak, a részecskéknek a fizikáját, amit a kvantum elmélet ír le. És mint tudjuk, az általános relativitás elmélet és a kvantum elmélet jelenleg nincsenek sem fizikai, sem matematikai beszélő viszonyban egymással, mind a kettő olyan elmélet, ami mindent le akar írni, de nem ugyanazon a nyelven beszélnek, remélhetőleg a következő 50 évben ez megoldódik. Mindenesetre, hogyha ilyen távlatokról beszélünk, egyrészt a nagybum környékéről, másrészt a távoli jövőről, akkor mind a kettőt együtt kell alkalmazni. Gravitációról több dolgot kell most itt megjegyezni előzetesen. Az egyik az, hogy már Newton is úgy hívta, hogy egyetemes tömegvonzás. Mit jelent ez, hogy minden teste egyformán hat? A Galilei által el nem végzett pizai feltartalanyja kísérlet, ahol egyszerre lejtünk két különböző anyagból készült golyót, és azok egyszerre esnek le. Ugye ezt azóta már egy illusztrisabb helyen a Holdon elvégezték, tessék megnézni lehetnen, amikor egy libatollat meg egy vasgolyót lejtenek, és egyszerre esik le. Tehát ez pont azt jelenti, hogy a tömegüktől függetlenül mindegyik test egyformán esik le a gravitációs térben. Ez oké, ez most is így van, most is így gondoljuk. Newton még úgy gondolta, hogy a gravitáció aktív formája, tehát hogy mi kelti a gravitációs teret, az is csak egy dologtól függ, a testek tömegétől. Egy kiló az egy kiló, akármiből van, akár mekkora hőmérsékletű, ugyanolyan gravitációs hatást fejt ki. Einstein óta, 1915 vége, mióta megvan az általános relativitás elmélet, azóta tudjuk, hogy ez nem ez a helyzet. A gravitációt több dolog kelti, tehát az anyagnak több tulajdonsága. Tehát például egy forgó gömbnek más a gravitációs hatása, mint egy nem forgónak. De legegyszerűbben azt mondhatjuk, hogy az anyagnak két alapvető tulajdonsága, a sűrűsége és a nyomása határozza meg a gravitációs hatást. Newton nem tévedett, mert itt a Földön a nyomások nagyon kicsik, és ezért elhanyagolhatók, nem lehet észrevenni. De vannak a kozmoszban olyan extrém körülmények, amikor nagyon fontos az anyagok nyomása. És a különböző anyagfajtáknál a nyomás és a sűrűség közötti összefüggés, amit ugye állapot egyenlet ír le, ez nagyon más. Sőt, ugyanazok az objektumok, hogyha másképp alkotnak makroszkopikus anyagot, akkor más állapot egyenletet írhatunk le. Például az elemi részecskék, amikor plazma formában vannak, pozitív és negatív töltések kavarognak, akkor mások a makroszkopikus tulajdonságaik, mint amikor előbb atomokba egyesülnek, és az atomokból semleges gáz keletkezik. Ezért, amikor azt akarjuk leírni, hogy mi szabja meg a univerzum gravitációs hatásait, akkor meg kell nézni, hogy milyen típusú anyag tölti ki, és hát milyen állapotban van. Természetesen az univerzum tágulásával ez az állapot változik, ezt kell követni.
Érdekes módon az derült ki, hogy az univerzum történetében hosszú korszakok, vagy nevet kozmikus eónok váltják egymást, amelyekben egy-egy anyagfajta dominál, tehát lényegében elég annak a tulajdonságaival foglalkozni. Ezek hosszú ideig, hát bizonyos értelemben hosszú ideig, az éppen aktuális, az univerzum akkor életkorához képest hosszú ideig tartanak ezek a korszakok. Valahogy úgy lehet elképzelni, mint a magyar történelmet. Vannak ilyen hosszú, békés, nyugodt korszakok, amikor senki sem kérdőjelezi meg a felsőbséget. Mária Terézia, Első Ferenc, Ferenc József, Horthy, Kádár, hadd ne folytassam. Na most minden esetre az ilyen történeteket rövid, mozgalmas, mondhatjuk, hogy forradalmi, de inkább csak zavaros korszakok választják el egymással, amikor is egyik anyagfajta átveszi a másiktól az uralmat. Más hasonlattal úgy mondhatjuk, hogy ez olyan, mint egy kozmikus szappanopera, csak minden felvonás milliószor hosszabb, mint az előző. Általában új szereplők jelennek meg, és azok játsszák a főszerepet a következő epizódban, vagy a korábban mellékszereplők lépnek elő főszereplővé. És így akkor fel tudjuk osztani az univerzum eddig eltelt történetét sok kicsi korszakra, mondjuk mostantól visszafelé menve, most ugye mi uralja a világot, lényegében, hogy mondhatjuk, hogy galaxisport tölti ki, ritkán elhelyezkedő galaxisok, amik csak nagyon ritkán ütköznek, lényegében nincs köztük kölcsönhatás. Megyünk vissza, azelőtt volt egy olyan korszak, amikor egyenletesen elosztott atomok töltötték ki az univerzumot. Mikor volt ez a nagy bum után? 380 ezer évvel kezdődött ez az atomos korszak, és utána hamarosan néhány 10 millió vagy néhány 100 millió év múlva már lettek csillagok. Az atomos korszak előtt plazma korszak volt. Miért? Korábban melegebb volt az univerzum, és ha túl nagy a hőmérséklet, akkor az atomok szétverik a sugárzásnak a részecskéi, a fotonok, és akkor forró plazma volt. Még visszább megyünk a korszakokba, akkor mindenféle elemi részecskék keletkeztek, hiszen egy foton már tud kelteni egy részecske, antarészecske párt, elektron, pozitron párt, még korábban már mondjuk proton, antiproton. Így megyünk vissza a korszakokban, akkor egyre nagyobb tömegű elemi részecskékkel találkozunk. Hát valahol véget ír a tudásunk, mert ezt az információt, ezt a részecskegyorsítókból kapjuk, és ott valahol van egy energetikai határa, eddig eljutottunk, hogy annál nagyobb tömegű részecskék vannak, vagy nincsenek, és ha vannak, akkor milyenek, azt majd a következő századokban fogjuk megtudni. Az biztosan tudjuk, hogy még sokkal az erőt, hogy ezt a sokkal ilyen dramaturgiai skálán kell érteni, tehát valamikor a töredék másodpercekben 10-30 valahányadikon másodpercen nagy bum után volt egy furcsa korszak, amikor egy másik nevezetes anyagfajta uralkodott, az úgynevezett Higgs mező, amivel nemrég találkoztunk, amikor ennek a részecskét felfedezték 2012-ben. Ekkor történt egy olyan érdekesség, hogy az univerzumnak a tágulása az gyorsult. Erről majd még sokat fogunk beszélni, hogy gyorsul vagy tágul a tágul. Hogy az előtt mi volt, az az úgynevezett kvantumgravitációs korszak. Ezt nem tudjuk, hogy mi történt itt, de büszkék vagyunk rá, hogy nem tudjuk, mert ki tudjuk számítani, hogy mikor volt ez a korszak. Ez az az esemény, azok a körülmények, amikor egyszerre kellene alkalmazunk a kvantumelméletet meg a gravitációelméletet. Tehát ha így visszafele megyünk, akkor ezek a dramaturgiai felvonások egyre rövidebbek, és véges időben 13,8 milliárd évbe belefértek. Elvileg, ha pontosan számolunk, akkor végtelen sok felvonás, amiből az utolsó, mondjuk tizenvalahány felvonást ismerjük. Ha az ellenkező irányba indulunk el mostantól a jövő felé, akkor kevesebb korszakot ismerünk. Miért? Mert kevés ismeretünk van arról, hogy milyen a nagyon hideg és nagyon híg anyagnak a fizikája. Ezért kimondta egy neves tudós, hogy a univerzum történetének a kétharmadát már ismerjük. Hát, hogyha végtelen sok korszakból áll, akkor az nem túl sokat jelent, hogy kétharmad, de a múltból több felvonást tudunk megkülönböztetni, mint a jövőből. Most megpróbáljuk ennek a jövőnek a különböző korszakait elválasztani. Természetesen ez azon múlik, hogy mi lesz a tágulásnak a nagybani kimenetele. Mire tudjuk jellemezni az univerzum tágulását? Nagyon egyszerű, egy darab függvényt kell megadnunk az idő függvényében, mondjuk úgy, hogy két galaxisnak az átlagos távolságát. Tessék elképzelni, most ezt mindig a lufi hasonlattal szoktak jönni, nem lufi az univerzum, de azt képzeljük el, hogyha fölfogjunk egy lufit, kérdés, hogy mikor, hol vannak rajta a pöttyök, elég megadnom azt, hogy a sugara hogy változik az időben. Ebből már akármelyik felszíni pontnak ki tudom számítani a történetét. Ha egy nyuszi léggömböt fújunk föl, akkor külön függvénnyel kell jellemezni a fülét, farkát és egyéb alkatrészeit. Bonyolultabb geometriai objektumok leírásához több adat kell.
Az univerzum véletlenül vagy nem véletlenül, ezzel sokat vitatkoznak, olyan egyszerű, hogy egyetlen függvénnyel leírható. Ez a függvény ugye így szokott kinézni, mindenki látott már ilyen rajzokat, egyre lassabban emelkedik. Miért? Megértjük. Ez olyan-olyan egyenlet írja le ezt, mint a feldobott követ. Feldobott követ a gravitáció fékezi, egyre lassabban megy föl. Az is lehet, hogy megáll és visszaesik, az is lehet, hogy a végtelenségig fog távolodni egyre lassabban. Brian Schmidt és kollégái, több független munkacsoport 90-es években azon dolgoztak, hogy csillagászati adatok alapján eldöntsék, hogy melyik ilyen lehetséges matematikailag kiszámolt tágulási görbén vagyunk. És nagy megdöbbenésükre az derült, hogy nem ilyen görbén vagyunk, ami lassul, hanem éppen gyorsulóban levő görbén. Tehát egy ideig az univerzum lassulva tágult, aztán gyorsulva tágul. Kérdés, hogy mi történik a jövőben? Volt már ilyen korszak az univerzum történetében, amikor gyorsulva tágult. Ez a bizonyos inflációs korszak, amit emlegettem, ez a Higgs mező által uralt korszak, az olyan volt, az véletlenül olyan anyag, ami gyorsítja a tágulást. Másképp mondva, antigravitál. Ha a közönséges gravitáció az anyagnak a kölcsönös vonzása lassítja a tágulást, akkor ha gyorsul, azt úgy is mondhatjuk, hogy antigravitál. Sajnos van egy rosszörjünk Márti megfájnak, ezt nem lehet deszkára kenni, ezt az antigravitációs hatást, és nem lehet úgy libegni vele. De lényegében volt már ilyen korszak, tehát nem kell azon nagyon csodálkozni, hogy jelenleg is ilyen tágulás vagyunk. Nagyot csodálkoztak annak idején a tudósok, és nagyot vitatkoztak, hogy helyesek a mérések, vagy nem helyesek. Ugye erős állításokhoz erős érvek kellenek, de sok tapasztalat azóta már csillagászati tapasztalat és modellek illesztése megerősített, hogy jelenleg ismét egy ilyen gyorsuló tágulási korszakban van. Mi okozza ezt a tágulást? A gyorsuló tágulást. A tágulás az a lendületben megy, de hogy a gyorsulót kell megindokolnunk. Két alapvető elmélet létezik az ügyben. Az egyik az, hogy az úgynevezett kozmológiai állandó. Ezt még Einstein vezette be 1917-ben, hogy az újonnan elkészült általános relativitás elmélet segítségével az egész világ egyetemet leírja, tehát kozmológiai modellt készítsen. Ez egy paraméter, ami be van építve a világegyetem szövetébe, egy ilyen tágulási tendencia. Ha ez igaz, hogy ez egy univerzális állandó, akkor ez mindig hat. Miért nem hatott korábban? Miért nem vettük észre, hogy gyorsítja a tágulást? Mert sűrűbb volt az anyag. És a sűrű anyagnak a gravitációs vonzása fékezte a tágulást. Most már elég ritka az anyag, kb. 10 milliárd évvel a nagy bum után már eléggé megritkult ahhoz, hogy a mindenhol jelenlévő kozmológiai állandó neki lásson, legyőzze és gyorsítsa a tágulást. Ha a kozmológiai állandó valóban létezik, és ő okozza ezt, akkor az univerzum jövője az, hogy az a gyorsuló tágulás a végtelenségig folytatódik. Másik lehetőség az, hogy ezt a mostani gyorsuló tágulást ugyancsak egy speciális anyagfajta okozza. Annak idején a 10-30-valahányadikon másodpercnél a Higgs mező volt ez. Elképzelhető, hogy most is van egy ilyen fajta anyag. Ennek a hipotétikus anyagnak a fizikáját ismerjük, én vizsgáztatni szoktam belőle, de konkrétan nem találták még meg ezt az anyagot, tehát gyorsítókban, stb. Nem észlelték, csak ezt a gravitációs hatását, az univerzum tágulását, gyorsító hatását ismerjük. Nagyon hülye nevek vannak forgalomban. Ez az, amit úgy szoktak nevezni, a sötét energia. Ez teljesen félrevezető. Ez nem egy energiafajta, ez egy anyagfajta. Csak meg akarják különböztetni az egészen más dologtól, a sötét anyagtól. Ezért adtak neki én ostoba nevet. Én inkább quintesszenciának szoktam nevezni, mások meg inflatonnak, szóval van néhány ilyen elnevezés. Lényeg az, hogy ez is egyfajta anyag. Ha ez az anyag okozza az univerzum gyorsuló tágulását, akkor lehetséges, hogy ennek a gyorsuló szakasznak is egyszer vége lesz. A hajdani infláció véget ért, amikor elfogyott ez az anyag, vagy átalakult mássá. Lehet, hogy ez a mostani gyorsuló tágulást okozó anyag is egyszer csak elfogy, és akkor ez a görbe ismét visszafordul. Sőt, még az is előfordulhat, ad abszurdum, hogy a görbe teljesen visszafordul, és mégis csak lesz nagy recs, hiába mondtad, hogy végtelen ideig tart. Azt ma látjuk, hogy gyorsulva tágul, és ez már végtelenbe megy a görbe, de nem tudjuk, hogy ennek a korszaknak egyszer talán vége lesz, vagy nem tudjuk, és akkor viszont visszafordulhat, és talán nagyon-nagyon messzi távolban lesz nagy recs. Jellegi tendenciákban nem ez következik, de hát azért nem tudunk biztosat mondani. Sőt, vannak még az emberebb elképzelések is. Miért ismételni a természet önmagát?
atomok nem ugyanúgy épülnek fel a részecskékből, mint az atommagok az ő részecskékből, vagy mint a protonakvarkokból. Természetben mindenhol megismétlődik például ez a struktúra, hogy kisebb dolgokból nagyobbak lesznek, de nem ugyanúgy. Miért játszana a természet még egyszer ugyanazt? Miért most is egy ilyen X-mező jellegű objektum okozna a tágulást? Kitaláltak másfajta anyagot, másfajta állapot egyenlet. Ez az úgynevezett fantomanyag. És a fantomanyagnak az az érdekessége, hogy akkor a tágulás az véges idő alatt eléri a végtelent. József Attila ezt megírta, törvény szövedéke mindig szétszakad valahol, véges idő alatt az összes galaxis, összes atom a végtelenbe távozik. És akkor az egész anyag valahogy a semmivé vész, véges időn belül. Hát ez nem túlságosan biztató perspektíva, magunkat meg az unokáinkat még nem kell félteni, de esetleg a kvadrilliódű unokákat már félteni kellett. Hát itt ez már ugye nagyon hipotetikus, ugye, ez természetesen, viszont hogyha csak azokból az egyenletekből meg a elméletekből indulunk ki, amik már ezerszer bizonyításra kerültek, akkor azért mégiscsak lehet valamit mondani arról, hogy hát ha nem lépnek be ezek az ismeretlen játékosok például, akkor például mi fog történni mindazzal, amiből mi állunk? Hát azt gondolhatjuk, hogy a csillagok ki fognak aludni egyszer, talán, gondolom. Aztán arról is hallani, hogy bizony gravitációs hullámok terjednek erre arra a térben, tehát hogy miközben a csillagok gravitálnak, vagy keringenek egymás körül, vagy a galaxisok ugye élik a kis életüket, közben tulajdonképpen energiát veszítenek, hiszen azt kisugározzák gravitációs hullámok formájában, és akkor emiatt szokták mondani, ugye, hogy összeállnak egyre nagyobb anyagcsomókká. Végül is egy idő után ezt Roger Penrose mesélte egy nem olyan rég látott interjúban, hogy hát végül is előbb-utóbb minden össze fog állni marha nagy, vagy hát különböző méretű fekete lyukakká végül is, amelyek azonban szintén nem örök életűek, de hát itt már ez nyilvánvaló, hogy számunkra teljesen elképzelhetetlen időskálákról van szó, de nagyon érdekes, és akkor ez egy kérdés felét, hogy egy olyan időskála az több független történetben is előjön, ami az hogy 10 a 30-on év. Tehát, hogy 10 a 30-on vagy másodperc, nem is tudom, igazából majdnem mindegy. Majdnem mindegy. Ebben a léptékben. De úgy tűnik, hogy van valami olyan időskála, ahol több szempontból is nagyon másmilyen lesz a világ, minden szempontból, mint amit most megismerhetünk. És ezt te is említetted az emlegetett kitűnő atomcsilles előadásodban. Tehát mi minden fog akkorra történni. Ez az a bizonyos quintillió év a 13-on, ezért adtam ezt a nevet egyrészt, mert jól hangzik, meg oda lehetett eléje írni a 137-et, ami a fizikusok alapszáma. Amiről az előbb beszéltem, ez sokkal-sokkal nagyobb időskála, tehát 10-200-on év múlva lehet ez a végtelenbe elszállás, meg egyebek. Tehát ahogy mondtam, olyanok ezek az egymást követő korszakok. Jelenleg ezt a bizonyos atomkorszakot, vagy csillagkorszakot éljük. Ha a univerzum anyagtartalma szempontjából nézzük, és nem a globális tágulási tendenciából, akkor az az érdekesség, azt lehet mondani, az univerzum még nagyon fiatal. Tehát, hogy ez 13,8 milliárd év, az emberben kicsit öreg, de univerzumban fiatal. Mihez lehet ezt viszonyítani? Úgyhogy a jelenlegi korszak épp hogy csak elkezdődött. Tehát a korábbi korszakok, ezek a különböző elemi részecskékkel jellemzett korszakok nagyon rövidek voltak, töredék percekig tartottak, a plazma korszak az mondjuk 100 000 évig, de azóta ez az atomkorszak, ez 10-valahány milliárd éve tart. De meddig fog tartani? Körülbelül 1000 milliárd évig. Mi történik most? Durván arról van szó, hogy az atomokból összeálltak csillagok, tehát galaxisok és azokon belül csillagok, és a csillagok szép lassan elfogyasztják az univerzum alapanyagát, nagyrészt hidrogént, és átalakítják héliummá, és a szerencsésebb csillagok tovább mennek, és ezt a nehezebb anyagokká is átalakítják, aztán szétspriccelik, hogy jusson belőle bolygókra, meg egyéb ilyen mellékképződmények, mint élet, meg fizikusok. De a
univerzum anyagának nagy része még ma is hidrogén. Tehát ez az átalakítás éppen hogy csak elkezdődött. A nagy tömegű csillagok gyorsan végére érnek a életciklusoknak néhány millió év alatt. Az éppen hogy csak begyulladt kisebb tömegű csillagok, ugye lassan járj tovább X alapon, azok évmilliárdokig elpislákolhatnak, akár 1000 milliárd évig is eltarthat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a következő 1000 milliárd évben lényegében ugyanaz történik, mint most. Csillagok lassan átalakítják a hidrogént héliummá, és vannak ilyen mellékfolyamatok a környéki, mint bolygók, meg egyebek. Szaporodik a hidrogénnél nehezebb anyag, ugye a csillagászok furcsa emberek, mindent, ami nem hidrogén, meg hélium, azt fémnek hívnak. Az univerzum egyre fémesebbé válik, ugyanakkor egyre kevésbé fényessé, tehát ez a következő 1000 milliárd év lényegében még csillagokkal telik el. Aztán csillagok lassan kialszanak, vannak, amik felrobbannak és szétszóródnak, a kisebbek azok szép lassan kihújnak. Mi történik ilyenkor például a Földdel? Hát a csillagoknak a történetének van egy olyan korszak, amikor fölfúvódnak nagyjá, a nap például olyan vörös óriássá fog válni, ami majdnem a Marsig ér. Tehát a Föld a nap légkörében fog keringeni. Ne felejtsük, egy napnak a tömege nem fog megnőni, tehát a napnak az átmérője körülbelül 200-szorosára fog megnőni. Tessék ezt köbbre emelni és kideríteni, hogy hányszorosra lesz a térfogata, és ennek megfelelően hányszor kisebb lesz a sűrűsége. Tehát amikor azt mondjuk, hogy benne leszünk a nap légkörébe, az azt jelenti, hogy kicsit ritkább anyagban leszünk, mint a jelenleg a laboratórium belül látható vákum. De ebben gyorsan száguldozó pár ezer fokos részecskék vannak, földről szépen leégetik a légkört meg az óceánt, hát hogyha utódainknak szerencséje van, és nem háborúzással foglalják el magukat, akkor ezelőtt elmenekülhetnek. Ez 4 milliárd év múlva aktuális. Utána a nap össze lefújja a külső rétegeit, összezsugorodik fehér törpévé. Amikor a 70-es években ilyet mondtam egy előadáson, hogy egy vörös óriásból előbb-utóbb fehér törpe lesz, akkor a pártitkárok csúnyán néztek. Hát pedig ez tényleg egy csillagászati tény. És a napból a fehér törpe lesz. Tehát a fehér törpék egy idő után szép lassan kialszanak, fekete törpék lesznek. De ott keringenek körülöttük a kicsit megpörkölt bolygók. A Jupiterről is valószínűleg a gázréteg lekerül, de a közepén még megmarad. Mi történik a bolygókkal? Most egy olyan effektus következik, amiről a fizikusok már nagyot vitatkoztak 100 évvel ezelőtt, amikor 1911-ben Rutherford felfedezte az atommagot, és felvetette azt a modellt, hogy az atommag körül negatív töltésű elektronok keringenek, akkor mindenki felhördült, aki tanult fizikát. Micsoda marhaság ez? Hát egy keringő töltött részecske elektromágneses hullámokat sugároz ki, az elviszi az energiájának meg az impulzus momentumának egy részét, és be fog spirálozni a magba. Ezt kiszoktam számoltatni, ez egyáltalán szerintem veled is kiszámoltattam, hogy 10-8 másodperces nagyságrend alatt bespirálozik, tehát nem létezhet olyan, hogy hidrogén, mert pillanatok alatt megszűnik. Külön ki kellett találni ez a kvantumelméletet, hogy megmagyarázzak, hogy miért létezik a hidrogénatom. Na most ez nem csak az elektromágneses sugárzással fordul, hanem az általában említett gravitációs sugárzással is. Hogy a Föld megy a nap körül, energiája egy részét és az impulzus momentum egy részét kisugározza a gravitációs hullám formájába. A gravitáció nagyon gyenge erő. Aki már esett anyat, az azt hiszi, hogy erős, de tudhatjuk, hogyha például leteszünk egymástól 1 méterre két elektront, azok ugye gravitációsan vonzzák egymást, és elektromosan taszítják egymást. Hány nagyságrenddel nagyobb az elektromos taszító erő, mint a vonzó erő, te biztos tudod? Persze, hiszen ez maga a válasz, vagyis az, hogy 42. 10-42. Enszer, tehát 42 nagyságrenddel nagyobb az elektromos erő, ezért emellett el lehet hanyagolni a gravitációt. A gravitáció ennyire gyenge. Miért érezzük nagyban mégis? Mert az anyag saktábla szerűen épül föl pozitív és negatív töltésekből, és az eredő töltés nulla, végül is csak a maradék hatásokat szoktuk érezni szikrázás formájában. A gravitációnak viszont nincs ellenereje, ez leárnyékolhatatlan. Ha elég sok atomot összerakunk, akkor sok lúddisznót gravitál alapon, végül ez fog győzni, és a nagy testeknél már a gravitáció hatásos. Tehát az a lényeg, hogy a gravitáció nagyon gyenge. És ennek a négyzetével arányos a gravitációs hullám kisugárzás. Tehát hogyha egy elektronnak ki kellett volna sugározni az energiáját, kiszámolhatjuk, hogy mennyi idő, akkor a nap körül keringő Föld is kisugározza előbb-utóbb gravitációsan az energiát, és be fog spirálozni a napba. Ezek egyszerűen elemi konstansokból kiszámolhatók. Ez az a bizonyos 10-30. Év, ez a nagyságrend jön ki. Persze egy nagyobb bolygó messzebbről indul az később, de nagyságrendileg körülbelül ilyesmik jönnek ki. Tehát a bolygókkal ez történik, ez az egyik lehetőség. Van egy érdekes másik lehetőség.
Amikor 150 évvel ezelőtt elkezdtek komolyan foglalkozni a naprendszer keletkezésének elméletével, akkor volt egy olyan gondolat, hogy a nap mellett elment egy másik csillag, és annak a gravitációs vonzására a napból kinyúlt egy anyagtömb, leszakadt, aztán szétszakadt kis részekre, és abból lettek a bolygók. Már tudjuk, hogy nem így van, tehát a Föld anyaga nem járt soha a nap belsejébe, ezt izotóp vizsgálatokkal el tudjuk különíteni, hogy más anyagból van, tehát egy közös felhőből származtak, de nem került be a napba az anyag. Mindenesetre, amikor ez az ötlet felmerült, akkor a csillagászok azon szomorkodtak, hogy nagyon kicsi a valószínűsége egy ilyenek, hogy pont a megfelelő távolságban megy el egy másik csillag, és pont akkor anyagdarabot tép ki, és azok pont ott maradnak, hát akkor nagyon ritkák a naprendszerek. Ma már tudjuk, hogy majdnem minden csillagnak van naprendszere. Ugye ez is az utóbbi évtizedeknek a fejleménye, hogy az exobolygókat már ezresével fedezik fel, tehát tudjuk, hogy nem ritkák a naprendszerek, hát persze nem is így keletkeznek. Viszont egy hosszú-hosszú jövendőben előfordulhatnak ezek a véletlenszerű események is. Igenis közel kerülhet egy csillag, és kitéphet például egy bolygót a pályájáról. Vagy magához ragadja, és akkor ő körülötte fog keringeni, vagy ami még valószínűbb, kipöcköli az űrbe. Tehát ilyen bolygóbiliárd jelenik meg, a csillag mellől elpöcköli a másik arra járó csillag az egyik bolygót. Tehát ez a bolygó nem fog beesni a csillagba, nem fog bespirálozni, hanem kint van az űrbe. Ennek a folyamatnak is a hatás kell, vagy a jellemző ideje, ez is 10-30. év. Hogy hogy véletlenül vagy nem véletlenül, mind a kettőt ki lehet fejezni elemi konstansokkal, a konstansok meg ott vannak a függvénytáblában, erről is sokat vitatkoznak, én egy egész fél éves előadásról tartottam arról, hogy milyen lenne a világ, hogyha mások lennének ezek a konstansok, tehát ez érdekes probléma. Lényeg az, hogy körülbelül ugyanak annyi idő alatt esik szét ilyen módon egy naprendszer, mint úgy, hogy bekerülnek a bolygók. Tehát akkor mit mondhatunk? A bolygóknak a fele körülbelül be fog kerülni a csillagába, a másik fele kipöckörödik. És a csillag pedig kicsit nagyobb, de nem túlságosan sokkal több idő alatt be fog spirálozni a centrumba. Ott meg mi van? Ott meg egy nagy fekete lyuk. Tehát a galaxisból végül egy nagy fekete lyuk lesz. Mi történik azzal a bolygóval, ami kirepült az űrbe? Itt van egy harmadik folyamat. A közönséges atomos anyag nem stabil. Persze hát stabil. Mi az, hogy stabil? Hát valameddig fönnmarad. Amíg élekét megtart ez az ág, énekletek van csúcsra, de hát hosszabb időkről van szó. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk egy műon nevű elemi részecske, amiről sok előadás volt az atomcsillen, lebomlik elektronnal. De miért nem bomlik tovább az elektron? Vannak nála könnyebb részecskék is, eladhatná az energiáját. Igen ám, de van neki elektromos töltése. Úgy lehet elképzelni, mint a Fekete Péter játékot, adjuk egymás kezébe a kártyát, valaki ott van, a Fekete Péter az már nem tudja, hogy tovább adni senkinek, ezért kénytelen megtartani, ezért az elektron kénytelen életben maradni. Az elektromos töltés megmaradása a jelenlegi tudásunk szerint egy nagyon exakt természettörvény. És miért marad meg a proton? Az sokkal nehezebb, 2000-szer nehezebb, mint az elektron, több energiája van, kiadhatná. Wigneri Enő 1948-ban találta ki azt, hogy van egy másik fajta töltés, amit barion töltésnek nevezett el, és ezt is sokféle részecske viseli, de ezek közül meg a legkönnyebb a proton, ezért a nehezebbek, lambda, hiperon, meg egyebek lebomlanak protonná, és akkor marad a proton, aki megmarad, mint legkönnyebb barion. Ezért a mi közönséges anyagunkban protonok meg elektronok vannak. Na de, ugye vannak ezek bizonyos egyesített elméletek, mik ezek. Kétféle standard modellről szoktunk beszélni, az egyik a kozmológiai standard modell, ami ezeket a kozmikus érákat írja le, a másik pedig a részecske fizika standard modellje, ami arról számol be, hogy milyen elemi részecskék vannak, és ezeket milyen kölcsönhatások kötik össze. Ez jelenleg nagyon szép, de kicsit összebarkácsolt elmélet. Van külön egy olyan elméletrész, amely egyesítette az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatást, meg van az erős kölcsönhatást, tehát a kvarkokat összetartó erőknek az elmélete, és a kettőt ugye egyenlás mellé tesszük, ez a standard modell. Mindenki azon dolgozik, hogy egy nagy egyesítést csináljunk, Grand Unified Theory Good, hát akkor ez lenne az, ami együtt leírne az összes eddig ismert elemi részecskét, a gravitációban még nincs benne, az majd a még nagyobb elmélet lesz. Minden verziója ennek egy nagy egyesített elméletnek azt mondja, hogy előbb-utóbb a proton is lebomlik. Mivé? Pozitronnal meg másfajta részecskékké, pozitron már tud egyesülni az elektronnal, és akkor szétsugároznak. Tehát az atomos anyag sem stabil. Az a bolygó, ami kiperdült a naprendszeréből, megy az űrben, de szép lassan, neki megint csak mennyi a karakterisztikus idő, 10-30 év,
Ezt nem tudjuk még pontosan, mert ez a majdani nagy egyesített elméletnek az adataitól függ, a nagyságrendekre korlátok vannak, de azért annyira pontosan ezt még nem tudjuk. Szépen elfogy. Úgy kell elképzelni, mint volt egy olyan expedíció 30-as években, letették egy jégtáblára az északi sarkon, és méricskélte az időjárást meg a tengert, de sodródott lefelé, és egyszer csak már a meleg vizekben találták magukat, ahol szépen fogyott el körülöttük a jégtábla, éppen az utolsó pillanatban felszedte őket egy hajó. Valami ilyesmi fog történni ezekkel a kisodródott bolygókkal, lassan elpárolognak, és ahogy Bánkbán mondta, nem voltam, mint a buborék, és marad, mi volt a puszta űr. De ez még nem a vége a világnak. Mi marad? A fekete lyukak. Hát itt a Parallaxisban már többször beszéltetek a fekete lyukakról. Jó párszor, igen. Tehát azt most nem kell részleteznem, Hawking sugárzásról volt szó. Fekete lyukak is egy idő után elpárolognak, azt már nem tudom megmutatni ilyen szép kísérlettel, de mindesetre az még sokkal nagyobb nagyságrend. 10 a 100-on egy csillag méretű fekete lyuk, és 10 a 150-en év egy tejútrendszer közepébe levő nagy fekete lyuknak az elpárolgási ideje. Utána mi marad? Hát pillanatnyi tudásunk szerint szétszórt elemi részecskék, az univerzum tágul. Eddig voltak benne érdekes struktúrák. Magának az egész kozmológiának az egyik legérdekesebb vonatkozása az, hogyha a nulla környékéről követjük a történetet, akkor nem csak néhány függvényt kell megadnunk, hogy a hőmérséket hogy változik az idő függvényében, vagy a sűrűség, hanem az is érdekes, hogy struktúrák jöttek létre. Először összetett elemi részecskék, aztán azokból atomok, aztán azokból galaxisok, csillagok, fizikusok, és így tovább, és még ki tudja, mi lesz később. Viszont ugye ez valahogy ellenment az entrópiának, ezen meg is sokat vitatkoztak, hogy jöhetnek létre a táguló univerzumban struktúrák. A 19. század második felében a hőhaláltól féltek az emberek, Bertrand Russell azt mondta, hogy minek élni, minek szeretni, hogyha úgyis jön a hőhalál. Amikor minden egyforma lesz, unalmas lesz, a különböző hőmérsékletű dolgok kiegyenlítődnek, nem lesz forró sült és hideg sör, hanem minden egyformán langyos lesz, és mint tudjuk, az úr kiköpi a langyosokat. Ez lenne a világ jövője. De mi tudjuk, hogy ez a világ múltja. A hőhalál az jelen volt abban a forró plazmakorszakban, amikor a termodinamika egyensúly uralkodott, és az univerzum feltámadta a hőhalálból. De a termodinamika a legáltalánosabb fizikai törvény, és előbb-utóbb győzni fog a hőhalál, tehát mindenféle átmeneti objektum, a galaxisok, fekete lyukak után marad a táguló háttérsugárzás, az a ritkuló anyag, amelyben nagyon kicsi a hőmérséklet, 10 a -100 Kelvin, vagy ilyesmilyenek a hőmérséklete, rettentően hosszú hullám, hosszú elektromágneses sugárzás, meg néhány maradék elemi részecske tölti ki a világot, és pillanatnyi tudásunk szerint ezután nem történik semmi. Én reménykedem, hogy még ott, ahogy Feynman mondtad, alul még sok izgalmas dolognak van helye. Ha valakit érdekel, akkor hallgasson meg ezt a 137 quintillió éves előadást, aminek a végén bedobtam egy történetet arról, hogy hát nem kell annyira elkeserni, hát ha még akkor is várható valami. Na, ezzel kapcsolatos még talán az utolsó kérdésem szerintem, de azért ez engem nagyon piszkál. Oké, tágul a világegyetem, rendben, de aztán a végén kialakul ez a töményunalom, ez a, hogy mondjuk csak ez a hát lényegében egyenletesen eloszló struktúrák nélküli világ. De pont erről a termodinamika második főtételéről, amikor például én tanítom, akkor azt szoktam mesélni, hogy hát valójában ez egy statisztikai törvény, ami azt jelenti, hogy végül is nem tilt semmiféle olyan törvényt az, hogy például ebben a szobában az összes molekula összegyűjjön a jobb felső sarokba, és mi itt megfulladjunk. Tehát ez például nem olyasmi, amit például az energia megmaradás, vagy bármi ilyesmi törvény tiltana, hanem egyszerűen csak ez egy rendkívül, szinte elképzelhetetlenül, kimondhatatlanul, még az általad emlegetett nagy számokhoz képest is, szinte végtelenül valószínűtlen állapot, és ezért nem áll elő, ám de a szinte az mégiscsak egy fontos dolog lehet akkor, hogyha konkrétan végtelen idő áll rendelkezésünkre. Tehát, hogyha az egész világegyetemben már tényleg csak néhány kósza elemi részecske van, meg fény, semmi más, de pont
pont a végtelen idő, nem látod-e úgy, hogy a végtelen idő az lehetőséget teremt egy újbóli feltámadásra ebből a hőhalálból is, hogy teljesen spontán módon a végtelen időben mégiscsak struktúra keletkezzen, és akár újrainduljon valamilyen értelemben a sztori. Mit mondasz erre? Hát ezen sokat vitatkoztak, és az egyik válasz az, hogy bár a termodinamika lehetővé teszi, a relativitás elmélet nem teszi lehetővé. Ugyanis, hogyha a tágulás miatt az egyes elemi részecskék olyan messze vannak egymástól, hogy soha büdös életben nem találkozhatnak, akkor nem tudnak összegyűlni nagyobb struktúrákkal. Úgy lehet mondani, hogy túl vannak egymásnak a kauzális horizontján, már nem látják, mert már a fény sem ér el egyiktől a másikinkbe, mert fénysebességnél gyorsabban távolodnak egymástól. Egy elektron nem csinál nyarat, és se bolygót, se semmit, bár a fene tudja, hogy még mi várható, de a lényeg az, hogy olyan jellegű struktúrák, amik ezekből az elemi részecskékből épülnek össze, olyanok nem várhatók egyszerűen a nagyon nagy ritkulás miatt. Azt viszont a jelenlegi univerzumban látjuk, hogy nincsenek olyan rettentően nagy fluktuációk, hogy egyben maradhatnak, tehát a korábbi sűrű struktúráknak a maradványai egyben maradjanak, hiszen ezek a mechanizmusok, amiket az előbb mondtam, ezek a korábban létrejött bolygókat, meg csillagokat, meg feketőkokat, egyéb sűrű struktúrákat szétszórták. A szétszórt anyag viszont a tágulás miatt nem tud még egyszer összesűrűsödni. Lehetséges egy másik ötlet, amit Penrose vetett fel, hogy 15-20 évvel ezelőtt. Ez egy nagyon izgalmas és matematikailag kidolgozott, de fizikailag nem túlságosan elfogadott elmélet. Penrose azt mondja, hogy amikor már minden közönséges, tömeges részecske elfogyott, és csak a fotonok maradtak, akkor nincs a világban méterrúd. Ezt ő szebben mondja a konform transformációknak a matematikájával, aminek ő a nagy szakértője, az lényegében azt jelenti, hogy a tiszta elektromágneses sugárzásnak van egy olyan extra szimmetriája, hogy meg lehet nagyítani, és attól még ugyanazok a törvények írják le. Egy hidrogénatomot nem lehet megnagyítani, a kvantummechanika megmondja, hogy mekkora. 5-szer akkora nem működne, 50 000-szer akkora sem működne. Egy elektromágneses hullám lehet kis hullámosszú, nagy hullámosszú, ugyanazok a szabályok írják le. Tehát egy nyújtás invariáns. Egy táguló univerzumban nincs méterrúd, mert a fotonok vagy a fénysugárzás hullámhoz akármekkora lehet. Penrose azt mondja, hogy ez a most elkezdődő tágulási korszak, ez tulajdonképpen az univerzum egy későbbi korszakának, vagy egy későbbi fejlődési etapjának a inflációs korszaka. Tehát azok a nagyon nagy távolságok és nagyon nagy idők, amikről most beszélünk, azok egy későbbi, sokkal-sokkal nagyobb nagyságrendben megvalósul univerzumnak a kezdeti lépései, amelyből majd kialakulhatnak olyan újabb, sokkal nagyobb struktúrák és sokkal lassabb struktúrák, mint ahogy elképzeljük, amelyek majd esetleg újabb szerveződéshez vezethetnek. Ezt kétféleképpen mondja el, és szándékosan homályba hagyja, hogy hogy gondolja. Vagy azt mondja, hogy a könyvnek az a címe, hogy az időciklusai, tehát ez nem tudományos cikkekben jelent meg, hanem ismeretterjesztő könyvben. Visszafordul önmagával az idő, tehát akkor többen a mi világegyedemünk kezdődik újra. Mostani korszak az többen ugyanaz, mint a hajdani infláció. Vagy pedig azt mondja, hogy egymást követő etapok vannak, és akkor mindegyikben egyre nagyobb, tehát elképzelhetően méretben nagyobb az univerzum, és tágul. Na most, ez matematikailag nagyon szép, nekem is nagyon tetszik, de fizikailag vannak ellene érveim. Egyrészt nem igaz az, hogy nincs méterrúd. Éppen az előbb beszéltünk arról, hogy maradtak elektronok, meg pozitronok, amik szétszóródnak, vagy protonokból visszamaradt pozitronok, de ezek már nem tudnak találkozni egymással, vagy szétsugározni, hiszen olyan távol vannak egymástól. Maradnak tömeges részecskék az univerzumban, egymagában nem tud elbomlani. Tehát kicsi, ritka, de van neki méterrúdja. Ez az egyik. Ezért nem igaz teljesen ez a konform invariancia. A másik alap elállítás, tehát tegyük fel, hogy minden elektron-pozitron szétsugárzott, és nincs más, csak az elektromágneses sugárzás. Ekkor is van méterrúd a világban. És ezt most már 120 éve, 122 éve tudjuk. Planck, amikor a kvantum elméletet megalapította, és felfedezte a róla elnevezett állandót, a Planck állandót, akkor utána megkonstruálta a univerzális mértékegységrendszert. Három nagy elméletünk van, az általános relativitás elmélet, erre jellemző a gravitációs állandó, a speciális relativitás elmélet, a fénysebesség, és a kvantum elméletben a Planck állandó. Ezekből meg lehet konstruálni hosszúság, idő és tömegegységeket. Valahogy olyan, mintha szétszednék egy nagy struktúrát, és felfedeznék benne a legó kockákat, és ezeknek a méretét akkor ki lehet
akkor is találni, mielőtt teljesen szétszedem az egészet, rá lehet jönni, hogy mekkorák ezek a kis kockák. Van mérterúd akkor is, ha nincsenek részecskék. Minden részecskéhez hozzá rendelhető a tömegével fordítva arányos hosszúság az olyan Compton hullámhoz, éppen Rose ezt emlegette. De ha nincsenek részecskék, akkor is van mérterúd. Tehát az univerzumnak van abszolút skálája, és nincs emiatt ez a tágulási vagy a invariancia. Ezért úgy érzem, hogy ez matematikailag nagyon szép, de fizikailag nem kidolgozott elmélet. Penrose még olyanokat is mondott, hogy a gravitációs hullámok maradék, aztán átalakul Higgs mezővé, és abból lesz a következő infláció, ez megint csak nincs kidolgozva a fizika. Lehet, hogy ebben az irányban lehet keresni tovább, de ez már inkább csak, hogy mondjam, ilyen önvigasztalás, hogyha nem azt akarjuk mondani, hogy a világ egy ilyen unalmas ásítással ér véget. Hadd idézzek végezetül egy másik tudost, Arthur Eddington, aki nagyon híres csillagász volt, egyebek között ő volt az, aki 1919-ben a napfogyatkozási észlelésével, pontos megvizsgálásával bebizonyította Einstein elméletének egy jóslatát, hogy a nap mellett elhajlik a fény, pont annyival, amennyivel Einstein megmondta. Egyebek között az 1910-es években megmagyarázta a csillagok szerkezetét, ilyen rendkívül öntudatos állítást mondott Eddington, hogy ma már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megmagyarázzunk egy rendtetően egyszerű struktúrát, mint a csillag. Akkor még nem tudták, hogy mitől világítanak a csillagok, mi van a csillag közepén, de azt mondta, van valami energiaforrás, a többit kiszámoltam. Na ez az Eddington írt rengeteg ismeretesztő könyvet, és akkor a 30-as években lefordították magyarra. Akkor még úgy gondolták, hogy az elektron meg a pozitív proton egyszer majd találkozik és szétsugárzik, akkor még nem tudták, hogy van barion töltés megoldás, akkor nem tudták, hogy a barion töltés megoldás sérül, vagy lesznek fekete lyukak, és hogy a fekete lyukak szétsugároznak, de Eddington azt mondta, hogy a világ végét úgy lehet elképzelni, hogy hosszú unalmas rádió közvetítést. Mit mondunk most ennyi szöveg után? Világ vége olyan lesz, mint egy hosszú unalmas rádió közvetítés. Nem erre a műsorra gondoltam. De nem egy podcast. Na, igen. Na, mégis maradt bennem egy kérdés. Egyetlen egy. De most nem egy annyira nem nagyságrendű, de azért mégiscsak egy elég tekintélyes számot akarok megkérdezni tőled, hogy jelen állás szerint ma az elmúlt hétbeli adatok szerint az Atomoktól a Csillagokig YouTube csatornája úgy unblock hány megtekintésnél jár? 2.800.000 fölött járunk. Ebből a legnagyobb nézettségű Kistóth Áginak a fekete lyukakról szól előadás, ami 380.000 egymagában. Azt a mindenit. Tehát, hogyha kilométerenként állnának a nézők, elérnének a Holdig. Hát ez fantasztikus. Na, szóval hát nagyon köszönöm a beszélgetést is, meg hát tényleg ezt az irdatlan mennyiségű, és ezek szerint ugye nagyon sikeres ismeretterjesztő munkát, amit végeztek, de nem véletlenül egyébként, vagyis hát véletlenül? Nem véletlenül Atomoktól a Csillagokigos pólóban vagyunk, úgyhogy ezúton is kapacitáljuk a paralaxis fogyasztókat is, hogy bizony váljanak egyúttal atomcsill fogyasztóvá is. Akkor már hadd mondjam el, hogy a sorozat természetesen a szeptembertől áprilisig tart általában két hetenként előadást, igazodva az iskolai szünetekhez, de amikor éppen nincs előadás, akkor is felteszünk régi videókat, kicsit felújítva, és a nyáron is folyamatosan hetente mindig péntek este megjelennek videók. Az első előadás valamikor szeptember 10-e környékén várható, azt hiszem az lesz a címe, hogy tanácsok kezdő időutazóknak. Na, hát ez fantasztikus. Na, hát érdeklődéssel várjuk, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Hát Miklós, ez egy fantasztikus beszélgetés volt, és hát természetesen Dávid Gyulának is nagyon köszönjük, de megmondom őszintén, hogy én, aki csak kapargatja a tudomány és a fantasztikum felszínét, annak hát ez azért elég magas volt. Nagyon röviden esetleg összetudnád foglalni, hogy a lényeget, az eszenciáját ennek a beszélgetésnek? Hát lényegében annyi, hogy ugye az van, hogy ahogy így egyre jobban tágul az univerzum, egyre inkább lehűl, és az, hogy lehűl, az egyrészt azt jelenti, hogy szépen lassan kialszanak a csillagok, aztán utána ráadásul összeállnak, összepotyognak, összevonzák egymást, fekete lyukakká válnak, de aztán ugyanezt történik nagyban a galaxis halmazokkal, aztán azok is végül minden elpárolog, és akkor a legvégén ott van egy nagy univerzum, amiben tulajdonképpen alig találunk valamiféle struktúrát, de hogy ez így van-e vagy nem, hát ugye az egy nagyon érdekes gondolat volt számomra ebből az egészből, hogy jelenleg ugye nagyon jó részecske gyorsítóink vannak, de részecske lassítóink nincsenek, tehát bár
Tehát érdekes módon sokkal jobban tudjuk a szerkezeteinkkel itt a Földön modellezni, hogy az ősrobbanás utáni első néhány percben mi volt a világegyetemben, mint azt, hogy mondjuk 137 kvintillió év múlva mi lesz az univerzumban, hiszen egyszerűen ugye jelenleg azt nem tudjuk modellezni, tehát elképzelhető, hogy van még valami teljesen másfajta fizika, ami majd megfordítja az egész folyamatot, úgyhogy végül is nem is tudjuk még mindig igazából, még mindig nem tudhatjuk teljesen, hogy mi lesz végül is mindennek az univerzumnak a sorsa. De hát alapvetően két választási lehetőségünk van, vagy az, amit felvázoltatok, hogy hát tulajdonképpen mindentől eltávolodik, és egy, hát szinte egy üres, hideg univerzum marad, vagy ugye a nagy recs, amit említettél még a műsor előző szakaszában, ugye, hogy magába roskat. Igen, na de azt ugye Brian Schmidtnek köszönhetően tudjuk, hogy nagyon úgy fest, hogy Na de hát az az ismeretlen fizika, igazad van, az az ismeretlen fizika meg is fordíthatja a dolgot. Igen, igen. Van esetleg egyébként tudományos, bármennyi valós tudományos alapja annak, hogy a jelen tudásunk szerint más fog végül bekövetkezni? Vagy tényleg az lesz, hogy egyszerűen a atomjaink is eltávolodnak egymástól, és mint minden. Ez megint az, hogy ezek mentális konstrukciót nyilván léteznek. DJ is említett mindenféle fantomanyagot és egyéb olyan elképzelést, amire természetesen fel lehet írni egyenleteket. Aztán persze, hogy léteznek-e, hát ezt nem. Tehát igazából tényleg majd ilyesmi dolgokra lehet csinálni fizikai elméleteket, de ezek nem olyan szint, spekuláció, na mondjuk ezek inkább spekulációk. Jó, itt említettük ugye a sötét energiát, ami ugye széttaszítja a mi világmindenségünket. Ennek a taszító erőnek van valami köze ahhoz, ahogy majd a mi atomjaink is hát széllyel egymástól eltávolodnak, vagy a minden atom eltávolodik, vagy ez egy teljesen más hatás, mert ez egyébként nem teljesen világos. Hiszen ugye a nagy galaxisokat, amiket hát azért egyben tart a sötét anyag, azok távolodnak egymástól a sötét energia hatására, de maguk a galaxisban lévő csillagok, bármi por, bármi, ami a galaxisban van, bolygók, azok, és azok atomjai, azok tulajdonképpen nem távolodnak most egymástól, vagy legalábbis ezt nem tudjuk. Ugye? Jól értelmezem a dolgot. Nagyon helyesen látod a dolgot, tehát ez egy hosszú távú, nagyskálás dolgon jelentkezik jelenleg. Tehát valóban itt a molekuláink szétszakadásától nem kell tartani egyelőre. Ezért mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú időtávon azonban még attól is kell, arra is lehet számítani viszont, hogy maguk az elemi részecskék, amik alkotják az atomjainkat, azok egyszerűen lebomlanak. Nem azért, mert tágul az univerzum, tehát nem azért, hanem egyszerűen azért, mert kiderül, hogy például bizonyos elméletek szerint még egy protonnak sem véges az élettartama, hanem mondjuk 10-30. Év. Ez vagy így van, vagy nem, de természetesen tudjuk, hogy például egy szabad neutron, az hamar lebomlik, néhány perc. A proton ehhez képest egy nagyon stabil részecskének tűnik, de a nagyon stabil sem jelenti feltétlenül azt, hogy örökké megvan. Tehát a testedet nem az fenyegeti, vagy vagyis az asztalkotó atomokat, jó ég tudja, hol lesz az már akkor, miben, minek a részeként fognak azok az atomok bolyongani az univerzumban, azoknak nem attól kell tartani, hogy magát az atomot szét fogja szedni a tágulás, hanem attól, hogy lényegében mikrofizikai folyamatok eredményeképpen ezek úgymond le fognak bomlani. És előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ezt semmi sem kerülheti el, kivéve egy dolgot, a fényt. Tehát fényből jöttünk, és fényé leszünk. Talán ez lehet a vége. És csodálatos végszó is ehhez a műsorhoz szerintem. Viszont mielőtt még azért elköszönünk a hallgatóktól, azért hát mégiscsak egy évadzáró. Hogy éreztétek magatokat az évadban? Ugye Claudia, te idén, vagy hát ebben az évadban csatlakoztál hozzánk, és bár néhány adásban nem voltál benne, de hát azért itt végig nyúztad velünk ezt az évadot. Hogy érezted magad? Én nagyon élveztem, ugye ezt már az elején is elmondtam, hogy nagyon örültem a felkéréseteknek, és nagyon élveztem az elmúlt egy évet, és
abszolút az én stílusom. Tehát ugye annak idején, amikor ezt elkezdtem, hát Ádám, te emlékszel, hogy azért sok kérdésem volt, nyilván vissza is hallgattam a régebbi adásokat, hogy tudjam, hogy miről van szó, de ezt akkor tudja igazándiból az ember, amikor tényleg, amikor belekerül, és nagyon örültem annak, hogy mindjárt az első pillanattól kezdve úgy éreztem azt, hogy együtt tudunk dolgozni, és azóta is ezt érzem, úgyhogy én tényleg én nagyon élveztem az elmúlt egy évet. Miklós, hát első évadunk Csaba nélkül, tulajdonképpen mióta elkezdtük ezt a podcastet, ez egy nagyon-nagyon éles váltás volt nekünk, ugye Klaudiával. Olyannyira, hogy én nem is bírtam ki, szóval én átmentem az impulzusba vendégnek, ott is volt némi fizikai izét, úgyhogy köszönöm ezúton is a meghívást. Hát én amúgy jól éreztem magam, tök jó volt, nagyon érdekes dolgok voltak. Nekem két álmom is valóra vált, ugye ezek az interjúk, tehát az, hogy egy Apollo űrhajóssal akartam csinálni mindig egy beszélgetést, Rusty Schweikarttal kezdtük az évadot, és most egyrészt az egyik kedvenc egyetemi oktatómmal, tanárommal, aki valaha tanított, és egy Nobel-díjas fizikussal is beszélgetettünk egy ilyet, ami így megmarad az utókornak, az eleve felettetetlen élmények, és egyébként tényleg nekem is nagyon tetszik a dinamika, szóval nagyon örülök, hogy itt van Klaudia, és a szubzsáner is kitűnő, tehát én is konkrétan teljesen rákattantam, úgyhogy, és egy hiányműfaj. Tehát azért vegyük észre azt, hogy science fiction regényekről, meg science fiction irodalomról van egy podcast, az olyasmi, ami nekem is már úgy kellett, mint egy falat kenyér, és csak lusta lettem volna megcsinálni, meg nem lettem volna hozzá megfelelő ember, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez most itt megtörtént, pláne, hogy itt a Parallaxis univerzumon belül. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy én is megköszönöm Dávid Gyulának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát köszönöm Brian Schmidtnek is, illetve Kő Gergelynek, hogy ezúttal is kölcsön adta a hangját. A Parallaxis most tehát néhány hét szünetre megy, addig is július 7-től a Vágyszem podcastet hallgathatjátok majd a Parallaxis megjelenési idejében, tehát két hetente csütörtökön a megszokott módon, váltásban a Szokoli ébresztővel, ami nyáron is folytatódik. Új résszel és immáron a 6. évaddal a legközelebb szeptember 1-én várunk majd titeket, ugyanígy Klaudiával és Miklóssal, itt a Parallaxis univerzumban. Addig is kellemes podcast hallgatást kívánok, nagyon jó nyarat, és ne felejtsétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Ivanis Rigel Klaudia és Vince Miklós nevében, és köszönöm a megtisztelő figyelmet az egész évadra. Legyetek jók, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Szeptember 1-én jön a Parallaxis következő része.